Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt kívánunk nagyon mindenkinek! Szép reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Ez itt a Morning Show Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Balázs ma nincs, egy kicsit elment pihenni, egészen konkrétan nem tudjuk megmondani, hogy hol van, miért? De nem is jogosított fel minket, úgyhogy nem szeretnék őt hátba dobni. Nyilván kezelteti valahol a Napóleon komplexus. Mindenkit meg kéne öljük, hogyha eláruljuk, mert tényleg nem mondta kedden, nem viszont tudjuk, jön. Nem tudjuk. Jó reggelt, szevasztok, 4:17 van, és rettetes, mocskos, rossz idő van. Ne nézzetek ki az ablakon, ha ezt megoldhatjátok, mert borzalmas. És utána pedig nem menjetek fel semmilyen meteorológiai portára, és ne nézzétek meg, hogy milyen idő lesz szerdáig, mert megölitek magatokat. Nem szerdáig, júniusig. Tehát nem, az a, de azt mondták, most ma péntek van, én nem akarok vészmadárkodni, mindenütt ezt olvastam, most megint az összes sajtóorgánum és az egyebek is, hogy egész hétvége, jövő hétvége, mert az május utolsó hétvégéje, gyönyörű gyereknap, ázó, síró gyerekekkel, hogy anyu, hadd csúszak még egyet a csúszdán, esküszöm, és utána jön majd június. Valamikor. Jó, ne legyünk ennyire negatívak, mert áttekerek másik csatornára, illetve ha áttekernek egyébként máshol, ott hova? Is ugyanezt fogják hallani, egy, a másik meg ez. Figyelj nekem azért, én most itt nézem a kis applikációmat, aha. És azt mondja, hogy 28-ától én már itt napocskát de látok, király. Tehát hogy a jövő hétvége az elviekben még jó is lehet, hát csak így mondom, hogy nem tudok eleget görgetni. Aha. Jövő hét szerdáig viszont elég kellene. Tehát a 28-ától ma 22 van, az azt jelenti, hogy még gyakorlatilag egy hétig, majd nem egy hétig ezt fogjuk nézni, élvezni, érezni. Azt mondják, hogy aki érzékeny rá, az ne foglalkozzon semmivel, mert úgy fog fájni a feje, hogy azzal nem lehet majd semmit csinálni. És hát a gazdák, ha örülnek az esőnek, akkor legalább. Igen, valaki örül ilyenek. Az esőnek. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy valaki legalább a szalamandrák vagy a békák, érted? Most komolyan, a magyar szalamandra pop. Hát például, hát érted, mert ők mégiscsak kétéltőek biztos örülnek neki, mi kevésbé örülünk, és hát elég balszerencsésen indult többféle szempontból a stáb számára ez a ma reggel, hogy lerohadt a kávégépünk, azt kiderült, hogy nem a kávégép, hanem csak a hosszabbítónk, de semmi gond nincsen, már átdugtam egy másik konnektorba, leraktam a földre, utána pedig fölrúgtam az egészet, mert elfelejtettem, hogy én tettem le az előbb, egy perccel ezelőtt, tehát most ott van egy rohadt nagy kávé, egy négyzetméternyi kávé folt a padlószőnyegünk, nagyon fognak neki örülni de azok, akik takarítanak. Nem kávé van, víz. Hát igen, de a kávégép előtt van egy pohárka, amiben gyűjtjük össze ugye azt a kis vizet, amivel tisztítja magát a rendszer, és ja, hát abban már sikerül. Azért volt egy-két, oh. 3-4-5 deci. Hogy romlik el egy hosszabbító, amiben van egy kábel, a végén van egy ilyen 3-3-as elosztó, meg ja, kapcsoló lehet, hogy ezt feladhatta. Na, látod, előjött az elektroműszerész belőle. Nem is igaz, mert mechanikai műszerésznek tanultam, de már elmúlt, ahogy szoktuk volt mondani. Figyeljetek, a következő a helyzet, hogy ma átlapozgattam a bulvár sajtot, hogy ma ugye 22-e péntek igen. van. Ugye, tehát 05-22 péntek, ez van az egyik bulvár sajtónak a címoldalán, tehát hogy ez mai kiadás. Olvasom, már csak 5 napot kell várni, hogy felcsendüljön a Sleeping in My Car című dal a Rakszettől. Kedden a Sportanérában koncertezik a Rakszett. Na jó, hát mit tudom, valaki elnézte a leadási határidőt, hát most legyügy. De, érted, de hogy nem tűnt fel, hogy megvolt. Hát de ennyi. Nagyon jó. És akkor írják, hogy 2 napot tört nálunk a csapat, nem kért semmilyen külön kíséretet vagy szolgáltatást, nem kér luxusautót, se kis buszt kér, 5 zenekar, stáb, a öltözőben legyen fotel, álló és asztali lámpa. Nagyon jó, na, mi? Jó, érzel, megtudtam, hogyha, és ez azért jó, mert ugye a Balázs akart menni a Rakszettre, de nem tudott menni. Uh-huh. De hogy jövő hét kedden megint itt lesz. Ha, érted, akkor a sikerű koncertet adtak, olyan örülték magukat a rajongók, hogy vissza. Visszatapsolták őket, a jövő hét kedre tudták vállalni, de mi van akkor egyébként tényleg, hogyha most kapják meg ezeket a dolgokat, amiket kértek, nem? Ja, és hát, hogy ma maradtak aha, igen, egy picit csalódottam, aha. Vagy nem, hát egyáltalán, érted, most akkor 2 nap késéssel, vagy 1 hét késéssel kapják majd ezeket a cuccokat. Hello, srácok, hello, csajok, itt van minden, amit kértek, hello. Hol van? Na jó, de a koncert lesz még egy? Éljetek. Na. Lesz még egy koncert, vagy az nem lesz? Én szerintem az nem lesz. Én élek a gyalogberrel, hogy nem lesz. Csak a mikrobusz lesz, és uh-huh. csak a, hogy hívják a berendezőt, friss gyömbér és magyar vörösbor, még ezt szeretnének. Na jó, csak úgy megakadt rajta a szemem, jó, hogy gyorsan átlapoztam a dolgot. Hazai bulvár, nincs ezzel semmi gond. Figyelj, közlekedtél a fővárosi gyakon tegnap?
tegnap, várjál, csak nem nagyon innen hazamentem, nem bementem. Nagyon lapos, nagyon drága luxusautó, valamiből Dzsuzsák Balázs mosolygott ki, esetleg a szélvédet nem találkoztál? Jó, mert ha esetleg a közelben valami hasonló történne veled, mindenképpen legyen nálad egy fél kanna vagy kanna benzin. Hogy tudjak segíteni. Igen, segíteni mindenképpen. Nagyon kedvesek egyébként azok az emberek, akik megtalálták a Balázst azzal, hogy vittek neki egy kanna benzint, mert hogy ugye kifogyott az aktuális csodaverdájából, de hogy tudod, ezek az autók, ezek olyan kevés műszert tartalmaznak, hogy nincsen bennük olyan műszer, ami azt jelezni, hogy mondjuk már viszonylag kevés bennük az üzemanyag. Mi autónk például nem olyan drága autó, de hogy van benne ilyen műszer. Igen, mert ne haragudj, hogy ezt mondom, de ti bénák vagytok az autózáshoz. Igen, az amatőröknek. Miért is? Az amatőröknek, neked és nekem van benne ilyen műszer. Az igazi profi az nem néz műszert, érted? Nem néz műszert, a vezetésen koncentrál a pesti dugóban. Pontosan igazad van, tehát a kanyarvétel, a megfelelő ív megkeresése, hogy jól tud venni a Clark Ádámról a kijövőt, tehát a Clark Ádámról a Lánchíd felé, ha mész föl, azt az ívet tud jól venni. Ő nem ér rá, hogy benzin órát nézni, vagy benzinmutatót. Ez az ilyen amatőröknek van, mint te meg én. Mi ránézünk néha. Egyébként meg ez, hogy önmagában nem lenne ciki a dolog, ugye nyilván azért kapja föl rá a fejét az ország, mert a Dzsuzsák. Igen. Rendész, másrészt meg, mert a főváros közepén, ahol viszonylag van benzinkút. Mert aha, olyan van, hogy mész az M6-oson, és túlfutsz egy benzinkúton, ugye elfelejtettél tankolni, mész tovább, és akkor ott mondjuk 50 kilométerre van a következő, és kifogyott a benyád. De a főváros közepén mondjuk, vagy nagyon sietett. Az is lehet. Nem volt vagy az ideje. Nem lehet például, hogy ezek az autók már annyit fogyasztanak, hogy mondjuk ha elindul a Pesti ítfőtől és a Budainál már nincsen, vagy a Budaitól indul el és Pestinél már nincsen. És a kettő közé kéne egy benzinkút. Aha, valami, nem? Szegény. Én sajnáltam. Én is jó nevettem. De tök jó fejek voltak egyébként az arcok, akik vittek neki. Hát nagyon jó és volt az emberek. Én azt gondolom, hogy egyébként a válogatott következő edzésére is úgy kéne oda menni, vagy a következő Balázs névnapra, vagy a szüli napjára. Nem, hát ennek örülne a legjobban. Egyébként nekünk is van még itt bent két kanna benyánk, egy kis benzin is, meg egy kis gázola is, mert egyszerre a mi Balázsunkkal is előfordult, hogy viszonylag kevés nafta volt már az autóban, és akkor szintén hoztak a hallgatók. És nem használtuk fel, hát nem, akkor adjuk az oda neki. Ott van bent. Nagyon adjuk örül oda neki a tűzrendészünk. Az nagyon okos, hogy mi tartunk 2-5 liter üzemanyagot a szerkesztői szobában. Nem, teljesen veszélytelen helyen a radiátor mellett. Az tök jó. Egy konnektor és egy radiátor között. Nagyon jó. És most, hogy főleg zárlatos a kávégép, tehát csak egy szikra kell, hogy a levegőbe röpüljön az egész cucc. Ott van, bármikor bárki elhasználhatja. És ez hogy működik egyébként, hogy akik segítettek, ők elmentek a benzinkútra, vagy volt náluk benya? Mert nálam például sosincs kannában benzin. Igen, nem is vihetsz magaddal, tudomásom szerint. Nálunk mindig van ilyen üres kanna, de tartalék benzint nem viszek, meg minek vigyek tartalék benzint, mert hogyha tartalék benzint tudok rakni az autóba, akkor ugyanazt a benzint bele tudom tölteni a tankba is, nem? Igen, de teletankolod az autót, és még elteszel 10 liter tartalék benzint. Biztosság kedvéért. Igen, hogyha kifogyott az útközben, akkor meg tud tankolni a kocsidat. Tehát, hogy a tartalék benzint azt nem akkor töltöd a kannába, amikor már tök üres a tankod, hanem azt ugye föltöltöd a tankot, még 10 litert beraksz, egyébként azt hiszem 10-et talán lehet vinni, de csak kannában, nem tudom, na mindegy, van erre valami. Igen, van erre valami szabályzás, és ha centrumos szatyor. Vagy centrumos szatyor, vagy csak az kicsit nehezebben kezelhető, bár jobban fölveszi egyébként a helyet a csomagtartóban a centrumos zacskó, mint az acélkanna. De hogy én azt pont azon gondolkoztam a hír alapján, hogy volt ott 5 ember, akinek volt a kocsijába benya, és akkor szépen összeöntögették. Hát vagy ők is leállították az autót, és elmentek a legközelebbi benzinkútra, és akkor már 5 autó állt, akkor oda mentek, többen látták, hogy 5 autó áll, akkor ide sokkal több benzin kell, ők is letették az autót, és elmentek benzinre, akkor már 20 autó áll. Igen, de ha egy áll, akkor az ugyanaz, mintha 20 állna, ugye, mert a forgalom az megállt a hídon. Milyen autó volt, azt nem tudjuk. Hát várjál, azt mondja, hogy de tudjuk szerintem, mindjárt meg is nézem, a kép alap azt mondja, hogy nem egy Fiat Panda. Azt mondja, hogy várjál, mutatom. Egy 4x4-es Fiat Panda. Hát ő ismerő egyébként a Balázsnak az ízlését, meg az anyagi helyzetét. Nagy szerintem egy viszonylag drága autó lehetett, nem? Igen, mert ugye volt az összetört autó, meg a bérelt autó, de hát több összetört autó volt ott. Több. Szegény. Egy idő után már bérelte. A törést is, vagy mit? De ez tegnap előtt volt. Uh-huh. Vagy tegnap volt? A híreket tegnap olvastam. Aha, én is. Jó, hát mindegy, most tényleg azért ércelődnek rajta az emberek, mert vele történt meg. Ha ez egy átlagpolgárral történik, neki kifőtt a benyája. Igen, csak voltak már korábbi előzményei a dolognak, hát, ugye? Hát lehet, hogy egyébként nem kéne erőltetni ezt a barátságot, nem? Közt és az autók között. Hát de mivel járjon BKV-val? Vagy hogy? Fél, tetszene. Ha már BKV, és tegnap beszéltünk róla,
a mesztelen nőről. Tudjátok, igen? Hogy mit csinált a városban? Na mit? Figyeljetek, olyan pornófilmet forgatnak most, ahol nincs szex. Ez a pornófilm, hogy megy mesztelenül egy nő. Tehát nagyon ez egy forgatás volt? Állítólag igen. Én mondtam, hogy ment utána egy csávó, akinek a kezén... És folyamatosan forgatott? Ment utána egy ember, akinek a kezén rajta volt egy póló, és akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy ez a hölgy pólója, uh-huh, vagy a lány pólója, uh-huh, vagy a néni pólója, tök mindegy, hogy mondjuk, és kiderült, hogy az alatt van ilyenkor a kamera, hogy ugye ne lehessen amiatt beperelni őket, hogy ez egy nyílt téri mesztelen forgatás, és mostanában ez a pornó, hogy megy egy mesztelen nő a városban. Max erotika. De ez ilyen drága oldalakon van fönt. És ezért emberek fizetnek, hogy megnézzenek egy mesztelen nőt, ahogy Budapest. Hát és ráadásul, hogyha azt hiszik, akkor most egy óriás promóciót is kapott. Hát a város? Nem, a nő, ja, meg a forgatás. Igen. Szóval, hogy ezért ment utána az emberünk, letakarva a kis keze egy pólóval, alatta a kamera, rögzített mindent, mert amikor a rendőrség megérkezett és elvitte a hölgyet, akkor ő állítólag eltűnt. Tehát ez az ember eltűnt, de megvan az anyag, és majd valószínűleg viszont látja az, aki hát jár ilyen oldalakra. Tök könnyű, elkezdtük sajnálni, hogy szegény biztos megzavarodott, meg hogy hívják, meg egyszer hatás alatt volt, meg mit tudom én. Nem biztos, tehát ne sarkítsuk megint a történetet, mert lehet, hogy tényleg ez van. Valaki kitalált ezt a kamuforgatós dolgot, mert egyébként egy ember ott ment egy pólóval, mögötte egyszer. Tehát ez is benne van a dologban, de állítólag most ez a divat, hogy így forgatnak. Állítólag. Igen, hogy így forgatnak. Majd meglátjuk, mi lesz a következmény. Akkor lehet, hogy állít, a Balázs sem az a Balázs volt, és igen, az nem egy Lambó volt, hanem egy Fiat Tipo. Ja. Itt tudom én, össze lehet ezeket rakni, ezeket a híreket. Ákos, jó reggelt! Gyerekek, boldog örömmel, mit szóltok? Tök jó, hogy nekem nem kell bedobni semmit. De dobjad nyugodtan. Dobjad nyugodtan. Na, mi a helyzet? Nem látjuk mostanában a karikákat a szemed alatt. Mert nincsenek, mert alszik a gyerek, mindenki rendben van, úgyhogy nagyon örülünk. Ne, nem most mond, amikor a miénk alszak, amikor a főnök itt van. Ja, tényleg? Balázs, itt van, akkor kell mondani, mert akkor van ideges. Na, mi a helyzet? Rendben van, mindenki rendben van, tanulom az apaságot. Nem én tanulom az anyaságot, de azt is tanuljuk. A gyerek meg, ha észreveszi a lábát, akkor ennek örülünk, akkor felveszünk kamerára, igen. Öt állásból, igen. De te is örülsz, ha a gyerek észreveszi a lábát? Én nagyon örülök. De te annak örülsz, hogy a gyereknek van lába, vagy hogy örül annak? A kakispelenkának, mindennek örülünk. Istenem, látod, hogy milyen szép? Mondtuk igen. Mi. Mondtuk mi, igen. Hogy milyen csodák vannak ebben. Illetve voltunk a hétvégén először egy ilyen nagyobb túrán, leutaztunk a Balaton, hát ezt most ezen a hétvégén lementetek nem a fogjuk. Lementetek a fogatárolóim meg vissza. Igen, bepakoltunk mindent az autóba, ugye az összes rokonság összes tagja adott valamit, ugye belement az egy zsák krumpli a kocsiba, a nem tudom mi soda, tele volt cuccal, és hát félre kellett állnunk, mert aztán megéhezett a gyerkőc, úgyhogy az első ilyen tapasztalás az nagyon jó volt. Zuhogott az eső, a feleségem kidobott az autóból, hogy kell a hely, mert szét kell pakolni a cuccot, úgyhogy gyakorlatilag azt találtam, hogy ki vagyok zárva a saját autóból. De nem mondtad neki, hogy anya, ez egy szoptatás, nem még egy szülés. És a fejem tetején pedig a gyereknek a hordozó ülése, mert hogy azzal próbáltam óvni magam, miközben bent. De mi van, hogy miért nem fért el a feleséged egy négy személyes, autó hátsó ülésén szoptatni, vagy az első? Nem volt szabad ülés. Tehát engem kidobott a kocsiból, oda pakoltam. Ákos, hol ült addig a feleségem? Hátul ült a gyerekkel, igen, a gyerek a hordozóban. Nem, a zsák krumpli az mellettem volt az első ülésen, egy csomó másik dolog. Aha, csomagtartótok van? Csomagtartó van, abban volt a babakocsi. Abban volt a babakocsi. Aha. Minden csókoltatok, minden babakocsi gyártunk. Beszélt. Miért nem lehet kisebbre? Beszélgetél egy pár órán keresztül a zsák krumpli, mert azt hitted, hogy anyós. Nem, szóval aztán elmentek mellettünk és néztek, aha, sőt volt, aki fotózott is. Csak egy apa volt. Na és volt már bemutatkozás újra? Közted és puszi közt. Ákos, puszi. Puszi, Ákos. Én továbbra se értem, hogy nem fér el a feleséged a hátsó ülésen, a hordozóval egyet. Azért, mert első gyerekes szülők vagyunk, mindent a gyerekért, és akkor szétpakoltunk mindent, de hol van, az akkor a bőrönnek a legalján van, onnan kellett mindent kiszedni. Mi? Mit tudom? Mi van a leg... A gyerekkel, meg a csecskel. Ez a kettő kell a szoptatáshoz. Meg amikor a háta közepéig összekakíja magát, akkor utána valahogy át kell öltöztetni. Bocsánat, nem az átöltöztetést mondtad, a szoptatást. Ahhoz ez a volt átöltöztetés, és azt kihagytam. Aha. Na most ilyenkor egy kis ajánlom, figyelmem, hogy a kis táskába külön egy ilyen átöltöztető szettet rakja. Külön van a kis táska, mondja a feleségem precízen, igen, mert a kis táska be volt rakva a nagy táska aljába, így van. Na ez kéne kikül. Na ez volt mellettem, meg a zsák rumpli, és akkor ezeket kellett valahogy így úgy pakolni, hogy mindenki elférjen engem. Aha, a krumpli volt felül.
ez ennyire fontos? Igen, igen, csak a részletek. Engem ezért figyelj, ez egy kis szaponopera. Balázs is már számtól aztán elmondta, hogy az embereket érdekli a mi sorsunk, a mi életünk, a mi hétköznapjaink, érted? És te meg hírszerkesztő, hogy ugye pontos, precíz részletek embere, hát basszus, érted? Honnan van a krumpli nyírségi? Igen, milyen krumpli volt? Csírázott vagy sem? Új krumpli vagy? Új krumpli volt, igen. Egy zsák új krumpli. Igen, ez nálam nagy kincs, mert én nem, ez a tavalyi lejárt élelmiszerek, ezek nem a kedvenceim. Én ezt nem bírom elviselni, hogyha nem idei. Ha nem új krumpli van. Jó van, hát Ákos, gyakoroljál, próbálkozzál, és akkor legközelebb majd egy tetőcsomagtartóval indultok el, hát ha egyszerűbb lesz, csak ott elfér a krumpli. Ugye terepjárat kölcsönkérünk, igen. Hát ez történik. 2-2 az állás a fekete-fehér igen nemben, úgyhogy ma fog eldőlni, hogy kiviszi a hetet, ti vagy mi. A Ákos hírei után fogjuk majd ezt megejteni. Én nem törölném ki azt a daltot semmiféleképpen, Zsül, a helyedben, hanem áttenném, és szerintem hallgassuk meg, nem? Persze, ne vicceljünk. Már egy pici rock szerintem belefél. Majd mi lesz az állásunkat. Hát egy kis észidézgére. Nagyon durva, ja, hát igen, nagyon durva dolgokat nem tudunk sajnos lenyomni, tehát metalcore, death metal, norvég, black nem jöhet szóban most, de egy kis észidézi szerintem belefér. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva 7 óra, jó reggelt mindenkinek, szakadó eső, nyomvadék idő még egy héten keresztül. Ugye? És nem rossz már így kezdeni is. Igen, hát ezen egy picit szerintem segített most ez az ACDC, egyik kedves hallgatók, nem tudom milyen zene ez, de Eurovízióra velük. Hát azt hiszem már lekésték. Hát figyelj, illetve az most már ott van. Egyébként meg tényleg, ugye kapcsolták őket állandóan, lehet, hogy meglepi lenne, hogy akkor indul a zenekar az Eurovíziós dalfesztiválon. Figyelj, a nagyon sűrű most a téma étlapunk, de hogy esetleg belefér egy olyan kis apró pici téma, hogy mi a túlélési, igen, hogy még 8 ACDC, hogy mi a túlélési technikája a hallgatóknak erre a 3 napra, mert én azt gondolom, hogy például az ACDC, vagy az ilyen típusú, ilyen habitusú, és ilyen lendületű, és ilyen energiafaktorú zenék például a túlélés zálogát jelentetik az elkövetkezendő 3 napban. Én azért kíváncsi lennék, hogy ti mit tárasztatok be. Én mondjuk 4 trónok harcát, két évad Bensit. Magadnak igen, az a bajom, hogy van itt most 3 nap előttünk, igen, mert a hétfő is oda tartozik, és van 2 kiskorú, akik gyakorlatilag örök mozgók, tehát egy perc nem tudnak megállni, mindezt a 60 négyzetméteres lakásban fogjuk most megtenni, tehát ha erre vonatkozólag van valakinek... Nagypapa. Átviszem, és... Igen, hát eszedbe jut rossz idő, és milyen furcsa, hogy mindig a rossz időbe jut az eszedbe, igen, hogy van nagymama. Apuka... Mama, olyan régen nem beszéltük. A gyereket se láttam már mióta. Na, mit szólnának hozzá hátvérékos? Egy 3 napra, hopp, hopp, hopp. Nem fogunk ilyet csinálni, de ha valakinek van jó gyerekes ötlete, azt tényleg várom. Maglód, a Pest felől jövőket mérik fehér furgonból, a Nagyáruházhoz is leágazó körforgalom után Angé. A H5-ös hév helyett a Batthyány tér és a Margit híd között pótlóbuszok járnak, mert már megint baj van az alagútban, most éppen beázik. És akkor ez még egy hétig így lesz. Soroksáron a Grassalkovics úton a külső sáv lassú muskátlé locsolás miatt. Mi van? Fussunk neki újra. Tehát? Grassalkovics út, Soroksár, külső, igen, sáv. Lassú, igen, a külső sáv. Igen? Muskátlé locsolás miatt. Lara írta. Tök jó. Ott van egy a főváros valamelyik járműve, és locsolják a kandellábereken elhelyezett muskátli tárolókat valószínűleg, vagy tartókat. Ilyen. Hát figyeljetek, ha ez, hát ide van, gyerekek, ha ez ide van betáblázva, oda, amiben így van naptárváltok, az tök mindegy, nem? M1 csém közelében a Győr felé felüljáróról trafi, ezt Robi írta. Sózzálkozottat a hómia. Igen, akkor már ez is belefér, hogyha belefér, és akkor még egy, mérik az M7-es 98-as kilométerénél a Pest felé haladókat a bokorból bujkálva. Köszönjük szépen az infókat, írjatok nyugodtan, beolvassuk, ahogy erre lehetőségünk van, mert egy hallgató megint lecseszed bennünket, hogy nem olvastuk be neki azonnal, de akkor most bent van minden. Na, nincs ma Balázs, kedden viszont már jön. Pihizik valahol egy kicsit, nem kötötte az orrunkra, mi se kötjük az orratokra, de csak ezért, mert a mi orrunkra se kötöttük rá. Többen meséltük volna. Hát természetesen volna. Általában az szokott lenni, hogy Balázs megkér minket, hogy nem mondjuk el, hogy hol van, és akkor természetesen ti is megtudjátok, de most ebben az esetben nem tudunk mit mondani. Okosodott ő is azért. Ennyi nem mondja el, és akkor jó, az okosodott szólnál, értem, hogy megakadtál. Ja, bocs, de igen. Ezért aztán nem mondja el nekünk, viszont a fekete-fehér igen nem. Hátékot le kell zárjuk, egyelőre 2-2 az állás.
A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jani, jó reggelt! Sziasztok! Szia, jó reggelt! Sziasztok! A kisfiam helyett játszok ma reggel, mert ő szeretett volna veletek játszani, de az Anna mondta, hogy nem játszhat, úgyhogy én most nagyon-nagyon izgulok, én az életben nem vállaltam volna ezt a játékot magamtól. Miért diszkriminálta Anna azt a drága gyermeket? Azt mondta, hogy gyerek az kicsi, az ővele. Hány éves? 6 éves ő. Hát az, hogy már Anna potya pontba. Tényleg, egy ne dob már el tőlünk a hallod, most miért veszed el tőlünk, ha megnyertük volna a hetet? Nem rosszaságból mondtam, 5,5 éves mondtál nekem. Igen, 6 évesen már játszott. Nem játszott meg, azt beszéltük meg, hogy elvész a játék komolysága, és vannak olyan napok, amikor gyerek játszott. Nekem ez az utasítás. Aha, majd gyereknapkor játszik, ami ugye hát, vasárnap, tehát akkor nem gyereknapkor, csak hogy odaadjátok az ajándékot, és most mivel 2-2 az állás, nincs meg a hetünk. Úgy éreztem, hogyha gyerek kerül adásba, odaadjátok, aha, és lesz egy bukott hetünk. Mert akkor az van, aha, hogy nehogy már ne nyerjen az a szegény mióta gyerek. Mióta érdekel minket a fair play, Anna, de most őszintén. Engem igen. Szóval ezért mondtam Jani, szóval nem akarom diszkriminálni a gyerkőcöt, mert cuki volt, meg ott beszélt, meg aranyos. Uh-huh. Különben meg ikrek, jobb, ha tőlem tudják. Ketten vannak? Ketten játszottak volna? Hoppá, és akkor ki dönti el, hogy melyik játszon? Most melyiket engedem adásba? Ketten vagy, hoppá. Lehetnének hármasok is. Tényleg egyébként ikrek? Ikrek. Na jó, van, akkor majd ezt is szóval hozzuk. Jó, van, figyelj, annyit, mivel Anna ezt így egyébként meglépte, nagyon becsületes, nagyon rendes dolog volt a részéről, a gyerekeknek igen, mindenképpen abszolút küldünk valamit, jó, valami olyasmit, ami nem baleset veszélyes, tehát nyakbakasztót, ilyen pasztartot nem kapnak, valamit küldünk, valami kis csecsebecsét, ahogy mondani szoktuk, jó? 6 évesen már jó, például azért megpróbálok nyerni. Jó, honnan hívtál bennünket, Jani? Keszűből, Pécs mellett, Keszű, egy ilyen pici falu. Aha, és mivel foglalkozol? Vállalkozó vagyok, ja, üzletünk van. És megy is, vagy egy altatott vállalkozás, ahol egyéb dolgokat csináltok? Szerencsére az utóbbi időben azért nem panaszkodunk. Aha. Mit árultok? Élelmiszer? Nem, ilyen apróságokat, szezonális termékeket. Tehát árulunk, tűzijáték? Nem. Decemberben tűzijáték, nyáron lufi. Decemberben sapkasál, nyáron pedig napszemüveg, igen. Jó, na, akkor kit választasz a játékra? Janit választasz. Na, János, János ellen. Figyeljetek, akkor kezdünk is. 3-2-1, tessék. Na, Jani, akkor beszélgessünk egy kicsit, oké? Okay? Jó, rendben. Na, az ikrekről az első mesél. Kérdése az Alexnak az lett volna hozzád, hogy okos vagy-e. Ő a kisebbik? Ők egykorúak. Egykorúak? Na, persze, ikrek. Te hülye vagyok, ugye? Fiúlány. Fiúlány? Fiúlány. Alex a fiú. Olivia és Alexander. Ja, hallod, hogy villogok? Alex a fiú, és hogy hívják a kislányt? Olivia. Ébren vannak már? Ébren vannak már. Ők hívtak, egy hónapja nyaggatnak vele, hogy írják nektek minden reggel, veled szerettek volna játszani. És írsz azóta folyamatosan? Az Alex... Igen, írtam folyamatosan. Ott a vége! Pedig milyen jól játszottál, pedig milyen szépen kerülted a csapdákat, de most kimondtad, hogy igen, írtam folyamatosan. Jani! Rettenetekre izgultam. Hát akkor, srácok, 3-2, ide. Király! Jani a király. Hát, így alakult. Így alakult. Mindenképp így alakult vele. Megmondom neked őszintén, ahogy mondtad az elején, hogy nagyon izgulsz, meg úgyse fog menni, akkor egy picit elengedtem a játékot, mondtam, hogy az én Jánosomnak, vagy a mi Jánosunknak ez megvan, aztán elkezdtetek játszani, és akkor úgy egész gördülékeny volt a dolog. De sikerült behúznunk ezt a győzelmet. Sikerült. Fölenged az ember, és bemondja a szót, igen. Na nem baj, illetve hát nekünk nem, egyáltalán nem baj. És akkor a srácoknak Jani küld különböző dolgokat, keresünk valamit, igen, amivel még tudom én dobálózhatnak, de egyébként nem veszélyezteti a herendit, amit a mamától kaptatok, meg ilyen. Köszönjük, vigyázz magadra, szevasz! Köszönjük szépen, sziasztok! 3-2! Ez az, király vagy, gratulálok! 16.
16 nyert, 7 és 2 veszített, azt hiszem. Így állunk most, úgyhogy jók vagyunk. Nagyon korrekt, nagyon korrekt. A jövő héten csak 4 játék van, nagyon oda kell figyelni, de hát ez majd 2-től, és ugye a nyaralók, hát, a pihenők fognak bizony, a jövő héten játszani végig. 7 óra lesz, 1 perc múlva jövünk a hírekkel, és aztán jövünk vissza mi is. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4 perc múlva megy egy 8, nem foglalkozunk az esővel, nem mondjuk többet. Nem érdekel minket, nem, hogy a jövő hét szerdáig esni fog folyamatosan az eső. Istenem, borzalmasan lehangoló. Az írtok egy csomó olyan tippet, hogy mivel lehet ezeket a szomorú, nyomorult és borús napokat valahogy túlélni. Mondom, nálam azért már be van tározva egy-két sorozat, meg mindenféle mártogatók. Ahogy ezt tegnap is egyébként dr. Kecskésnél elmondtam, mostanában már nem a tortilla chipseket favorizálom annyira, hanem mindenféle zöldségeket. Isten, az ellerszár végre értelmet nyer. Mi? Aha, kilószámra. De, hát azért kilószámra, mert nem találom kisebb kiszerelésbe. Tehát ért, én mondom anyának, hogy vegyen belőle egy ilyen 30 dekásot, de nem lehet kapni, nincs, csak kilósat. A Lehel piacon ketté vágják, csak mondom. Tehát ott lehet anyát fele. Miért? Ne. Nem a Mónikát. Ne, kegyetlenkedhet, én szeretem. Ne menj oda, légy szíves. Ott van fél zeller. Akkor oda megyek. Az jó, de tényleg. Mert hogy egy héten keresztül zeller tenni, bár azt mondják egyébként, hogy kiváló afrodiziákum, ezt nem vettem észre egyébként. Tehát miért ötről fölmész hatra, vagy mi? Hát ez az, érted, hogy, hogy afrodiziákum meg akkor kell, hogyha, nem, hogyha elmúlik, de nálam nem múlik. Sőt, nem is fog soha, ha te így folytatod. Ami viszont biztos, hogy óriás giga és meg a dugó várható Budapesten, mert ilyenkor esőben mindenki előveszi ugye a mobilesernyőt, a négykerekű, tehát autóval, és már van baleset is. Margit híd Buda felé autó kicsit meg törve, dugó várható. Kedves kamionos kollégák, ezeket az SMS-eket imádom. Ne álljatok be a Bicskei Spár parkolójába, mert a kijárónál robbantam le, nem fogok tudni kifordulni. Bocs, köszi. Azt hiszem, azért kanos török kamionsofőrök garázdálkodnak. M5-ösön 49-es Kavicsnál Pest felé kamion az árokban. Ki van bólyázva, de még semmi intézkedés nincs. Zoli írt, mert nekünk valószínűleg majd ugye mentik. Margit itt Buda felé ezt mondtam, de itt a pontosabb. Egy autó megcsúszott és körbetörte magát, a külső sávot lezárja. Visontán trafi a crosspályánál, Sala, Maglódon a Pest felé jövőket mérik fehér furgonból a nagyáruházhoz is leágazó körforgalom. A kedves hallgatóink, a többiek érdekében is, akik arra járnak, írjátok már meg, hogy ha ti is ott vagytok a környéken, vagy már esetleg áthaladtatok, amit nem nagyon hiszünk, de hogy a Pilisvörösvári vasúti aluljáróban jelenleg mi van? Már folyt a telepítés, vagy még csak most álltad a lajtos kocsi a pontyokkal? Mert hogy azt tudjuk, hogy ott azért gyűlik a víz elég rendesen. Állítólag annak az aluljárónak a vízelvezetését még nem oldották meg. Aha. És ahogy egy pici kis víz esik, bármennyi, az megáll. Az ott megáll. És hát most nem pici víz esik, és nem is pici fog az elkövetkezendő napokban. Az nem úgy van, hogy az elvezetőt előbb beásod a földbe, és aztán aszfaltozol le? Mi nem értünk hozzá, Feri, de én azt gondolom, hogy ez egy jó kis okfejtés. Mert ha van benne gógyi. Mert ha azt nem csinálták meg, érted? Tehát az aszfaltozás kész, és megáll a víz, akkor az nem is állítólag nincs még bekötve. Aha. Tehát, hogy a környékbeli infrastruktúra nem olyan. Tehát a struktúra megvan, csak ha a struktúra megvan, fentem, akkor a víz is eltűnik a újjából. Érted, tehát ha megnyitják, akkor elfolyik. Jó, majd erre rákérdezünk. De kirakták oda már szerintetek a mélyvízúszóknak táblát? Vagy csak horgász engedélye lesz a kettő. Most nagyon sokan mondják egyébként a hétvégi programra, hogy igen? Úszni kell, vagy jetskizni, mert úgyis mindegy, hogy vízes leszel, vagy sem. Nagyon sok felvetés van egyébként, túlélési terv, popcorn pattogtatás, pálinkás üveggyakának eltekerése, barátokkal összeröfenés, és rá se az esőre, szép hétvégét nektek, nyúl, írta nekem. Nagyon-nagyon-nagyon korrekt, és hogy egyik kedves hallgatók is írta, lesznek nagyon jó kis meccsek a hétvégén, hogyha ha esetleg valakit érdekel például a kevert harcművészet, akkor a hétvégén lesznek nagyon jó kis UFC meccsek, és nézzetek utána. Ez egybe van, a kevert és a harcművészet? Igen, mert a UFC, a kevert harcművészetek az gyakorlatilag angolul a UFC, és csak a UFC az egy rövidítés. Aha, jó, csak itt a kevertnél van, aki meg nem beszélnek angolul, például én.
Óriási híreket találtunk a világból. Kezdjük rögtön az elsővel, amit majd meg is megpróbálom kideríteni, hogy egyáltalán létezhet-e a történet. Pennsylvániába fogunk ellátogatni, ahol egy 16 éves kislány ebben a csodálatos jó időben, mert ott nem esik, 16 éves kislány elhatározta, hogy megüli a születés napját. Elhívta a barátait, megterítettek a kertben, gyönyörűen nagyon sokan lámpionokat tettek föl. Megterítették a hófehér asztalt, kirakták az ételeket és az italokat, boldogan rohangásló 16 évesek puszírták körbe egymást, hogy boldog születésnapot, és ebben a pillanatban nem más kezdett esni az égből, mint a kaki. Wow! Megérkezett. Azért. Figyeljetek, megérkezett Kula bácsi, már bocsánat, tényleg ezt ennél most nem tudjuk szebben mondani, de talán nem is kell, nem függ ezt sűrűn ismételgetni. Hát inváziós mennyiségben. De hogy nagyon sok, tehát hogy nem egy hullott le, amit mit tenném én a szomszéd kertből valaki azért... Számolatlanul. Valaki a haragudott a ünnepi bulira, és azt mondta, hogy ebből neki elege van, egyet átdobok, hanem hogy nagy mennyiségben, mint egy csapadékszerűen érkezett meg. Azt lehet tudni egyébként, hogy miért? Történt a dolog, mert mondjuk... Miért haragudtak figyel, meg? Nem, hogy el tudom képzelni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy, hogy ilyen mennyiségben érkezett a bá meg az egész családja, hogy, hogy, hogy esetleg az történt, hogy mit tudom én, a szomszéd az emésztőből locsolta a kertet, és akkor mit tudom, átjött egy kis permet. Jaj, Zsülnen, egy milyen finnyás például, mi annak idején így csináltuk. Az emésztőből locsoltak? Hát édesapám kihorta azért, szép is volt a paradicsomunk mondjuk. Csak azért az íze. De kihorta a palántákra, ilyen volt ilyen, fánlink, és akkor rá volt szerelve egy hatalmas nyére, és akkor úgy, hát értem, nem voltunk gazdagó képességgel, érted, nem költöttünk szippantóra, meg hát ez a másodlagos felhasználás azért. Nem mondom, hogy jobban voltunk a szomszédokkal, főleg, hogy felülünk fújt a szél, de mondom, a paradicsomunk az ilyen volt. És működött a dolog, és hogyha fűre hordta volna, akkor még gyönyörűző gyepetek is lehetett volna. Egyébként tényleg, hát most mi műtrágyázol, az ugye káros egy csomó dologra. Szerves trágyát meg kell venni, ott van. Igen. Akkor meg minek? Apád rettetesen tájékozott. Csak ki kell belőle válogatni a Népszabadságot, meg a sörös kupakokat. Az is oda ment. Hát, mondom, hogy nem voltunk gazdagok. És hát a Népszabit járattuk. Hát figyelj, várjál, úgy ült be, hogy egy sör, meg egy Népszabit. Hát figyelj, érted, felnőtt férfi volt, milyen, hogy ült volna. Hogy igaz, már söröz ki sose szabít. Konkrétan az volt, hogy ugye egy oldalt ilyen három csíkra téptünk, és akkor ez így. Nem akarok többet hallani jó. A családod WC-zési szokásairól. Bár mondjuk igaz, én hoztam a témát. Szóval egyrészt a döbbenet, amikor itt tényleg nagyon készülsz, és egyszer csak valami tönkre teszi az ünnepséget. A másik, hogy ez létezhet egyáltalán. Tehát, hogy honnan? Akkor most az működik, hogy a repülők tényleg fönt ürítik a WC-tartályukat? Hát, szerintem ez inkább ez egy ilyen városi legenda lehet. Jó, akkor a másik aki? Pedig az, hogy most gondol el, hogyha egy nagy magasságban ürítik ezeket a tartályokat, azért az inkább egyfajta ilyen, hogy hívják, egy ilyen nem tudom, ilyen bunkerromboló bomba formájában csapódik be, és nem pedig így porítva. Vagy porlasztva. Azt értem, hogy mondjuk egybe kibocsátják, de ahogy jön le, azért az atomjaira hullhat. Az lehet. Érted? Tehát atomjaira hullik, és akkor beterít mindent. De most képzel az első néhány pillanatot, amikor még úgy reménykedek, hogy nem az, aminek egyébként látszik, tudod. Elcsik. Istenem, rózsahiblő. Nem. Milyen izgalmas az ünnepi díszítés. És csak attól, és jönnek befele. Egy ideig nem tűnik fel senkinek, mert csoki tortát kért az ünnepel. Még az is benne van. Milyen érdekesen tálalnak. Jézus Mária. Nagyon kellemetlen lehet. Csörögjünk már rá valami pilótára, vagy légügyi szakértőre, aki megmondja. Megmondja nekünk, hogy ez létezik-e. Már csak azért kérdezem, most a elkövetkező napokban azért senkit nem veszélyeztet az, hogy mondjuk a kerti partiát szétzielálja egy ilyen esemény, de mi van akkor, hogyha tényleg itt megcsináljuk a kis kerti partit, te is kint sütögetsz, kint van a kis tologatható, hogy hívják, flekkensütő, ott vannak a vendégek, pirulnak a kolbászok, a mit tudom én, a szalonna, stb. Érted? És akkor, hát... Fúj. Hívjuk már fel a Pető Gyurit. Jó, legyen, nem is pont rá gondoltam. Na, látod, milyen jó. Pető György mindig a rendelkezésünkre áll, profi pilóta, és mindent tud arról, hogy vajon hogyan működik ez a része a dolognak. Plusz van egy másik repülős hírünk is, az pedig arról szól, hogy az FBI-nak sikerült bejutnia egy személyi számítógépen keresztül, figyelj, hoppá, a repülőgép combúterébe. Egy sima
Sima PC-n keresztül. Leült egy FBI-os csávó, hát nyilván nekik valami profi gépük van, elkezdte ütögetni a kódokat, és egyszer csak, mit tudom én, a New York-Párizs járatot ő állítólag át tudta állítani. Az vagány. Az nagyon. Én ilyen a Gmail-embe se jutok be. Hát figyelj, kinek mi a kihívás? Itt van velünk Pető György, jó reggel Gyuri, szia! Jó reggel, sziasztok! Jó reggel! Mennyi erről kell beszélnünk, úristen! Komoly dolgok vannak nagy, itt. Van egy komoly, meg egy komolytalan, kezdjük a kakis hírrel. Ugye egy 16 éves kislánynak a születésnapi partiján landolt egy repülőgépből ürített, hát az, amit ki szoktunk üríteni a repülőgépből. Igaz lehet-e a hír? De egyszer, amikor jöttem haza New Yorkból még egy 10 évvel ezelőtt, beszálltam a ma már nem létező Marév gépbe, és megkérdeztem a stewardess-t, hogy használtam-e a WC-t a földön, mert hogy ez nem olyan, mint a vonaton, ahol kipottyan a sinekre. Én mosolygott, és mondta, hogy nyugodtan, maximum, hogy csak valaki koszos lesz a földön. De hát az igazság az, hogy ezek a tartályok, ezek soha nem pottyantanak ki valamit, csak akkor, hogyha a kedves úriember, aki jön a pottyantós autóval, akkor kiszippantja a tartályból. Tehát leszállás után jön egy szippantós autó, ezt a csövet csatlakoztatják, és leszívják az anyagot. Így van. Például az egyik repülőn, amin vezettem, ott például a pilóta fülke alatt volt egy kicsit jobb oldalra, az a panel, egy ilyen kis ajtó, amit ott megnyomott az illető, és akkor odarakta a csövet, rácsatlakoztatta, és akkor megnyomta a szívogombot. Na most volt egy olyan, hogy letáltunk, ez be volt fagyva, mert ugye hát azért ez egy picit azért eredhet, annyira éppen eredhet, hogy ez a panel be volt zárva, annyira, hogy nem tudta kinyitni. Én ezt éppen láttam, ott feszegette, egyszer csak megnyílt, de már kijött minden, mielőtt még a csövet odarakta volna, úgyhogy nekem már volt szerencsém látni ilyen földi ilyen beterítve. Jaj, de akkor várjátok, akkor miért ne történhetne ez meg mondjuk 10 000 méteren, hogy ez a szerkezet, ez elromlik a záró cucc, kinyílik, és kifolyik az anyag. Ennek a kérdés tökéletes, erre egy egyszerű fizikai megoldás van ennek a rejtvénynek, az, hogy ott szont azért mínusz 50-60 fokban, mielőtt még ez kiesne, befagy. Odafagy. Aha. Tehát annyira befagy, hogy maga az a csőnek a nyílása az olyan gyönyörűen befagy, hogy soha onnan semmi nem jön ki. Az persze előfordulhat, amikor a gép süllyed, és mondjuk már éppen leszállás előtt van, és mondjuk meleg van, akkor ez felolvad, és akkor a 16 éves kislánynak a partiát megkínálják egy ilyen esővel. Uh-huh. Tehát ennek az esélye azt gondolom, hogy kicsi, de végül is tulajdonképpen lehet is. Uh-huh. Tehát, hogyha nagyon-nagyon úgy érezzük, akkor ez a sztori megtörténhetett, de nagyon kevés a valószínűsége. Hát figyelj, igen, de azt például tudom, hogy amikor jöttünk mindig haza Hurgadáról, ilyen finom arab helyekről hoztunk haza nyaralókat, akkor bizony a repülőgépnek több, mint a fele, az utasainak a fele, hát hogy is mondjam, nem volt jó egészségi állapotban, és a WC-k hamar eltömültek. Igen, tehát... igen, ott más a bélflóra tűrőképessége. Na, itt a másik hírünk, az FBI egy nagyon fontos ember odaült egy számítógéphez, és csatlakozott egy egyébként levegőben lévő repülőgéphez. Ezt rögtön meg kéne fejtsük, hogy hogyan. És állítólag ő ott a hajtóművet tudta befolyásolni. Hát figyelj, ezek után, hogyha látta a repülő mellette ülni egy pasit, aki a laptopjában valami kábelt próbál betuszkolni a földbe, vagy nem tudom, az oldalba, akkor az biztos, hogy gyanús. De hát ennek, ezt gondolom, hogy ez képest a kaki sztori, az valószerű, tehát hogyan hihetőbb, mint ez a történet. Tehát ennek az esélye szerintem nulla. Na de várjál, nem a gépen ült ráadásul az ember, hanem lent ült a földön. És akkor már mit a repülőgében a földön, vagy a földön? Nem, a Föld nevű bolygó az FBI épületének egyik irodájában ült az ember. Volt egy számítógépe, ami csatlakozott az internethez, és ő azt állította, hogy úgy tudta befolyásolni a repülőgépnek a repülését, tehát mit tudom én, irányt változtatott, hajtóművet babrált, hogy ő maga nem volt a repülőgépen. Hát, lehet, hogy egy drónt vezetett. De hát ilyet azért nem lehet csinálni egyébként, mert egyrészt kevés repülőn van internet, de amin van, mert egyébként ma már azért ez létezik, az internetrendszer az olyan szigorúan el van különítve minden más rendszertől a repülőgépen, meg egyébként olyan marha lassú, hogy ezzel egyébként ilyet lehessen csinálni, hát azt szerintem az ilyen fantazmagória kategória. Tehát a földről nem irányítható a polgári légi közlekedés ilyen formában. Még nem, egyébként ugye már többször itt is beszélgettünk erről a dologról komolyabb
témák kapcsán, hogy mi lenne, ha ez lehet. Leci, ne degradáld a témáinkat, jó? Mert azért, hogyha a tekerti partidon történne olyan, mint amilyennél a szerencsétlen Pennsylvania kislánynál, akkor te se lennél boldog. Miért átérzem ezt az ügyet, higgyétek el nekem. Elviekben egyébként ez itt egy eshetőség, tehát erről most már hosszú ideje beszélgetnek, hogy mi lenne akkor, hogyha földről lehetne egy repülőgépet vezetni, vagy pontosabban kivenni a pilóták kezéből, például, hogyha az egyik pilóta öngyilkosságot szeretne elkövetni, vagy terrorista van, tehát, de valahogy mindig ez a történet megállít, és mindig aztán az a végeredmény, hogy biztonságosabb, hogyha a pilóta kezében van a repülő, mint hogyha valakinek a kezében, aki a földön egy ilyen kis gyógyszikkal irányítani próbálná. Valószínűleg pont ezért, ugye, mert sebezhetőbb lenne a rendszer. Hát persze, meg azt gondolom, hogy ez egy olyan ijesztő dolog lenne még az utak számára is, hogy gondolom, felszállt, és akkor ott van az eshetőség, hogy mondjuk valaki egyszer csak elkezdi vezetni a gépedet úgy, hogy még rajta sincs. Uh-huh. Igen. Szóval nem jó ez. Van még olyan az átlagember képzetében, agyában élő legenda, amin a repülősök nagyon röhögnek? Jó, elmesélek röviden egy sztorit, jó? Ez egy ilyen klasszikus ferihegyi sztori. Azt, hogy ez mennyire igaz, vagy nem, azt sose sikerült kideríteni, de a sztori maga zseniális. Volt egyszer állítólag egy olyan nap, amikor nem működtek ezek a telexek, meg faxok. És jött haza a New York-i járat Budapestre, és ugye normálisan mindig az volt, hogyha a repülő elindul, akkor telexen vagy faxon elküldik előre Budapestre, hogy milyen podgyászok vannak a repülőbe, tehát ilyen teherszállítmány. Na ez nem érkezett meg, reggel kirámolták a repülőgépet, amikor leszállt Ferihegyen, és találtak benne egy dobozt, amiben egy halott nyuszi volt. Oh. Tehát egy fehér kis cuki nyuszi, aki hát nem érte túl az utat. Most marhára megriadtak ettől Ferihegyen, meg gondolták, hogy ebből kártérítést tesz, mert mindenki feladta a nyuszit, ezért valami zseninek eszébe jutott, hogy ugorjon már ki becsésre, és szeretne egy fehér kis nyuszit, úgyis olyan sokáig tart, amíg a podgyát kimegy ott a futószalagra, ezt megoldják addig. Na most pif-pak 15 perc alatt szerettek egy fehér nyuszit, kis halott nyuszit kukába be, élő nyuszit be ebbe a kis dobozba, és a nyuszit kiküldték erre a futószalagra. Na tudod, ahol várják a csomagokat. És akkor egyszer csak azt tették észre, hogy egy ilyen idősebb néni felsikolt, majd elájult. És hát kiderült, hogy a nyuszit ő halottan adta föl, mert hozta haza Pestre eltemetni. És hát számára ez érthetetlen volt, hogy a 8 órás út alatt ott a fogyásztérbe, hogy élet föl a nyuszi. Ez egy ilyen örök. Csoda történt! Funny legenda. Jó, tehát ennek sincs túl sok valóság alapja, de minden jó, esetben nagyon jó. Valóság alapja, hogy a Ferihegy mellett van becsés. De figyelj, de viszont egy olyan sztori, hogy ilyen szívet melenget, hogy felé lett a nyugdíj. Hát nem? Így kezdene reggel, igen. Szerintem jó. És kinyírta a nénit. Köszönöm, Malév. Azóta is így mondja. Gyuri, köszönjük szépen, akkor két dolgot, hogy stílszerűek legyünk, sikerült tisztába tennünk, ugye? Az egyik a kaki, ugye a másik pedig a földről való repülőgép irányítás, akkor mind a kettő legenda, tehát nyugodtak lehettünk. Egy nagy öröm volt nekem is ez reggel. Így én éreztem, mert mi tudtuk azt, hogy csak te lehetsz az ember, aki itt tisztán lát. Ne is hívjatok soha többet, már de. Csak ilyenek, ilyen a tudományos és a technika világába tartozó kérdések kapcsán fogunk írni továbbra is. Delta. Pető Györgyel, köszönjük szépen. Szia, szépen. Szia. Na, de hát elviekben azért bekövetkezhet, tehát, hogy ha fönt következik be, akkor legfeljebb annyi történik, hogy ugye odafagy a cucca gépre, és hogyha mondjuk látsz például, mit tudom én, egy menetrendszerinti Alitalia gépet átszíneződve, tehát nem zöld-fehér-piros, hanem zöld-fehér-piros-barna, akkor valószínűleg ez történhet. Azt egyébként nem tudjuk a hírből, hogy jegesen érkezett-e az áldás, vagy naturformában, Pennsylvániában, mert akkor tovább mehetnénk ezen a gondolati sípon, hogy kint folyt, vagy a földön. De azt se tudjuk, hogy mondjuk abból akkor már lehetne erre következtetni, hogyha mondjuk egy kis gyerek felkiáltott volna boldogan, hogy hurrá, parfi! Egy dolognak szeretnénk utána járni a következő fél órában, ez pedig nem más, mint a tízes út, és a Pilisvörösvári aluljáró. Bizony. Már Jani előhozta a hírt, hogy beázik, és hogy vagy medence, hát vagy igen. Halastó. Ez a kettő, úgyhogy felhívjuk majd Loppert Dánielt, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT nagyszerű emberét, aki mindig a rendelkezésünk rá, hogy mi a retek van a tízesen. Vagy eredetileg is ciszternának készült az aluljáról. Vagy újraértelmezték a tervet, és azért sikerült így, valamint jelentkezhettek az Óven bácsi Beru néni címet viselő játékra. 7:30 van pontosan, Ákos jön a friss hírekkel. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en.
4 perc múlva lesz 3:48, és a Morning Show megint keresett 100 forintot. Gyerekek, megbeszéltük azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyekért ugye kell dobjunk a persejbe. Az egyik ilyenünk, hogyha János nem ér ide a megszólalásra, ez most megtörtént, úgyhogy remélem, hogy hozza is a 100-ast. A másik 100 forintot pedig Richely ő fogja befizetni, kedvenc hallgatónk, aki csak annyit írt, hogy jaj, gyerek. Na, végre. Hello, 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 gyere, gyere, gyere. Ez egy saját műsorod. Igen, jól dobom, rá. Mindenkit kikészítettem. Kicsit a zabomat helyre rántottam. És miért nem tudod így csinálni? Figyeljetek, mert a Gyula meg ettől kap adfa. Ja, tehát hogy attól lesz rosszul. Ja, frászt, igen, ezt akartam mondani pontosan. Tehát, hogy a Gyula meg ugye már szólt nekünk, hogy ne zabáljuk tele az asztalt, meg a pultot, meg mindenféleben ne együk le, ne legyen morzsás, ne legyen zsíros, ne legyen mocsingos. Ez igaz. Neked csak egy számítógéped van, egy egered, egy mikrofonod, azokat szerintem Gyula meg tudja bocsátani. Meg miért? Most hogy áll bosszút? Hát szerintem vannak tűpjeim. Félbevág egy vizes zsömlét, berak közéjük, és megeszik. Mi van? Na. Nincs apró? Ja, de tényleg. Nem menekül, azért, mert nincs itt a Balázs, ugyanúgy érvényesek a szabályok. Megpróbáltam megúszni a dolgot. Figyeljetek, egyébként megmondom őszintén, hogy egészen konkrétan azért késtem, mert megnéztem, hogy az a kis csomag, amit letettem a porten, 3 nappal ezelőtt, az ott van-e egy garanciális javításra váró kis eszköz, ott van-e még? Ugyanis képzeljétek el, hogy mi történt, nekem van egy ilyen nagyon jó kis az egyik ilyen kis termékhez, amit így vásároltunk, illetve ajándékba kaptuk, vásároltuk, és elromlott a csatlakozója, és erre van egy ilyen el- és visszaszállításos garancia, ezt aha, biztos ismeritek, ez egy tök jó dolog, ha működik, mert hogy megadsz egy címet, egyeztetitek a címet, akkor oda jönnek, elviszik, és visszahozzák. Tehát nincs ilyen, mit tudom én, Ravil, meg Rávisz, meg Gelka, meg ilyesmi, mint annak idején, hogy a város másik végébe elmentél, és akkor mondták, hogy jó, hogy telefonálnak, vagy majd gyere, és akkor megyünk két hét akármi, és utazgatás semmi, nincs ilyen. Megadtam ugye ezt az ülés 102-ös időpontot. Címet? Igen, és illetve címet pontosan, és az időpontot ők adták meg, hogy majd 4 órán belül engem hívni fognak, és akkor el fogják. Na, ez volt kedden. De hívtak, hogy majd jövünk? Igen, mert hogy én kedd óta már 3-szor egyeztettem ebben az ügyben velük, hogy hol van a készülék. Annyira tipikus. Hol van, ezt én mondanám, hogy én vagyok, csak hát ezek inkább ők meg a szolgáltatás minősége. 3 napja vár az a csomag arra, hogy elvigyék innen. Tehát, hogy érted, van egy marha jó szolgáltatás, aminek ha működik, marhára tudsz örülni, de ebben az esetben, hát én most jön egy hosszú hétvégénk, ugye 3 nap, gyakorlatilag 1 hét telt el azóta, hogy bejelentettem, vagy 1 hét, vagy több mint egy hét fog eltenni, ha ma nem viszik el. Ez és egy fontos erről. Szerkezet az életedben? Nem, a lányom életében nagyon fontos szerkezet. Aha, mert akkor hogy, a tiédben is igen, ismerem tehát, az tehát, hogy ez gyakorlatilag ismerem. Én, ami fontos neki, az fontos számomra is, kénytelen, kelletlen. Azzal nem is tudunk mit kezdeni. Jól van, hát szerintem lehet, hogy ma eljönnek, és majd holnap kiszállítják hozzátok házhoz. Szóval nem szeretnél ott lenni a helyben, amikor ma hazajön az iskolából, és azt mondja, apa! Nem, csak ennyit. Rab lettem. Ezt sem tudtad el intézni. Azt azért még nem mondja. Nem mondja az apjának. Mondanám a közlekedési információkat, de szerintem egyre érdemes most koncentrálnunk. Igen. Ez pedig nem más. A 10-es? Mint a 10-es út. Mint a 10-es út. Itt van velünk Lopper Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT nagyszerű kollégája. Jó reggelt, Dani! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, elkezdtél izzadni, amikor tegnap rád telefonáltunk, hogy hívni fogunk? Nem. Jól van. Na, ne is legyél miattunk paranoiás, mi tényleg csak azokat a kérdéseket igyekszünk feltenni, amiket a hallgatónk írjak nekünk. Persze, és kérdések érkeznek, úgyhogy köszönöm a segítséget, hogy ezen a úton tudunk rájuk válaszolni. Így van, és tudsz tájékoztatni. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor jól emlékszünk-e mi, hogy egy ilyen június-júliusi dátum volt, mire a 10-es út az járható lesz. Igen, tehát most ennek a híres körforgalomnak az ágainak a kialakítása történik, tehát ott megy aszfaltozás. Hétvégén szombatra tervezik az ürömi ágnak a felújítását, ott az aszfalt burkolatnak a felújítását, és nekem azt mondták, hogy a július 3-ai időponttól lesz teljes értékű a körforgalom, tehát addigra lehet már körbe menni, és ez az időpont, ez
most még tarthatónak tűnik. Most még hát azért mondom, mert az esős időszakban azért beleérkeztünk az utóbbi napokban. Az lassítja a kivételezést nyilvánvalóan. Mi is ezért egyébként picit aggódunk is emiatt a dolog, mert annál később tudjuk mi is majd elkezdeni a palántázást, mert ugye tudjuk, hogy a körforgalomnak a közepére szeretnénk majd egy morning sós logót évelő növényekből kirakni, piros-feketéből, és hogyha nagyon fel van ázva a talaj, akkor mi se haladunk vele. Hát szóljatok, hogy milyen, hozzátok a virágokat, még erről nem beszéltünk. De, mi többször említettük ezt már adásban, azt hittük, hogy eljut hozzád, hogy a körforgalom közepére akarjuk kikericsből a sárga morning sós logót. Hát jó, hát a terveket azért még meg kell ehhez nézni. Na. Tehát arra még mindenképpen... Figyelj, beleszólhatok a virágba, kikirics, vagy hogy hívják, vagy csecse, kutya, tej, bármi. Ami tetszik nektek. Na azért visszatérve egy picit erre az átadási időpontra, itt nekünk van egy belső emberünk azon az építkezésen. Te ezt nem tudtad. Mi se egyébként. Onnan tudtuk, hogy van belső emberünk, hogy ő elkezdte jelezni, hogy szerinte, hogy ő ott dolgozik, nem tudjuk kicsoda, nem tudjuk milyen poszton van, nem tudjuk mit csinál. Ő elkezdte jelezni, hogy szerinte ebből október előtt nem lesz körforgalom. Ezt írta. Hát jó, erre nem tudok mit mondani, tehát névtelenül, arctalanul nyilván sokan aggódnak emiatt. Tehát én azt látom, hogy azok, akik ott állnak a forgalmi torlódásba reggel, és ez a sok fejlesztés, ami elindult a tízes útnak az érdekében, az nyilván a nyári időszak alatt, az előző tavaszi időszakban is sokakat arra kényszerített, hogy várakozzanak a forgalomban. Nyilván nagyon aggódnak amiatt, hogy az időre elkészül-e. Van egy ilyen általános érzés. Én ma reggel beszéltem a vállalkozóval is, tegnap is, és ők azt mondták, hogy a július 3-ai időpontot tartható. Aha, na jó, akkor megnyugtattál bennünket, ez a hivatalosabb hír. Van viszont egy másik történet, ez pedig ugye az aluljáró víz elvezetése, illetve vízelfolyása. A pilisvörösvári víztározó kapcsán is. Vagy halastó, még nem tudjuk, hogy mi készül belőle. Igen, itt ugye arra a képre gondoltak, amely megjelent a Facebookon, ami egy ideiglenesen forgalomba helyezett aluljáró Pilisvörösvárnál. És mi is, amikor erről értesültünk, amit mindenképpen szeretnék elmondani, tehát hogy egy ilyen aluljáróba vízátfolyás legyen, az elfogadhatatlan, tehát a vállalkozónak azon mód orvosolnia kellett. Itt ugye azt kell tudni, hogy ez az ideiglenes forgalomba helyezés az áprilisban történt meg. Ott arról kellett igazából döntenünk, két lehetőség volt, ugye ez egy sorompós vasúti kereszteződést vált ki, ez az aluljáró. Igen. Ez a sorompó, ez minden nap egy-két órát len van, és akkor a kocsisor ugye ott áll, reggeli forgalomban, délutáni forgalomban egyaránt. Nekünk ugye az volt a kérdés, hogy az aluljárót úgy forgalomba engedjük, hogy egyébként még van rajta valóban egy 30 km/h forgalomkorlátozás, hogy még a vízelvezető rendszere nincs teljesen kiépítve. Én azt gondolom, hogy ennek a szerdai bonyolalomnak ellenére is indokolt volt ennek az aluljárónak a forgalomba helyezése, mert lehet, hogy most szerdán volt egy 20 perces, más szerint egy órás időszak, de egyébként amikor egyébként a víz volt. Tehát, igen, de most egyébként... Most 5 napig esni fog. Igen, ez igaz, de azóta vittek oda egy másik szivattyút is, tehát azért ez a szivattyú 1500 liter per perc mennyiségű vizet képes átemelni, ami azért egy elég nagy teherbírású szivattyú. Ehhez mellé vittek még egy ilyet, tehát kifejezetten figyelnie kell a vállalkozónak, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Elfogadhatatlanak tartjuk, de azt gondolom, hogy április óta amennyi időt meg lehetett spórolni azzal, hogy ez az aluljáró forgalomba került, az sokkal nagyobb, sokkal tetemesebb, mint tehát a két kellemetlenség közül akkor a kisebb kellemetlenséget választottatok. Tehát azt mondod, hogy ezzel azért mégiscsak nyertek az autósok, akik arra járnak. Természetesen nagyon sokat nyertek. Nyilván itt és a körforgalomnál a sok építkezés hatására nyilván nagyon bosszantó egy ilyen, de az fontos tudni, hogy egyébként ezt az aluljárónak a forgalombehelyezését nagyon sokan, nagyon régóta kérik,
és mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez így egy jó döntés volt, és nyilván a vállalkozónak figyelnie kell arra, hogy ilyen nem fordulhat. Jó, mondjuk szerintem alapvetően az a probléma, hogy rosszul brandingelitek, mert az lenne kírva, hogy fedett vízi sporttelep, senki nem csodálkozna. Sőt, törülnének. Igen, csak nem lehet áthajtani kocsival a nagymedencén. Ez az egyetlen egy baj, és az az eredeti funkció, de igazad van, nagyságrendileg, ha a jó oldalát nézzük, akkor valóban az a több, mint hogy most egy napig ezt nem lehetett, vagy nem egy óráig nem lehetett annyira használni. Ha most már működik az elszívás, akkor meg hadd menjenek az autók, illetve gondolkodjatok egyéb alternatív felhasználásban is. Hallottad, Feri, most egy nagyon komoly vákum mennyiséggel rendelkező szivattyút, egy úgynevezett Elizabeth King 2-est vittek. Na, akkor nagyon várjuk a meghívókat majd az átadóra, jó? A június-júliusi átadóra, mert van egy szalagvágó emberünk, ő most nem tartózkodik a stúdióban, Balázs, de tudod, hogy ő minden egyes új ollót élesztett van. Ollót élesztett, és minden egyes új aszfalt csíkon ő akar először áthajtani, tehát ezt a meghívót várjuk tőletek. Figyelembe tartjuk, igen. Nem volt őszinte a hangod, Dani, mindegy. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Zargatunk, ha tudunk valamit, vagy ha van mit kérdezzünk, jó? Jó, köszönöm szépen. Köszönjük, szevasz, Lopel Daniel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT nagyszerű embere, aki elmondott mindent, amit tudni akartunk. Egy szóbívőnek például egy ilyen munkakörben az első napja az, hogy néz ki, szorongat egy papírt a kezébe, és akkor azt mondja, hogy oké, ősz, eső, tél, hó, nyár nagy, bor, meleg, forrúzse. Szegény, azért nem lehet könnyű helyzetben. Nem, de szerintem van az első, ő az előre tört, ég. Elfogadható magyarázatot adott, visszatérünk még a dologra, és akkor, ahogy ígértük, ott leszünk az átadónál, most viszont jöjjön Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Jó reggelt, kedves játékos hallgató! Sziasztok, Józsi vagyok Pécsről. Szia, Józsi! Jó, köszönjük Józsi, szépen. Egy picit visszafogott a hangod, mindig ennyire vidám vagy, és feszült, és izgatott, amikor játszol egy rádióműsorban, vagy csak most a rossz? Nem, nagyon meglepetés volt. 3 éve próbálkozok be is hozzátok. 5-10 000 forintokat töltöm fel minden héten a telefon, nem lehet bejutni hozzátok. Most erről megint beszélhetünk egy fél órát, de hogy ugye van egy ilyen cirka 1,8 millió hallgató, akinek ha csak azt mondod, hogy a 10%-a akar játszani, az akkor is 100-150 000 ember. De mondjuk, ha csak 1%-a, az akkor is 15 000 ember. És ezt tudom követni, Józsi. Tehát, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy mondjuk 15 000 jelentkeznek egy ilyen játékra telefonon, SMS-ben, és akkor 1%-a a hallgatóinknak játszott, csak mondom, hogy az pont te legyél. De nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi SMS-t fetszölsz belénk. Ez hát mindenképpen jó érzés. 1986 óta, még a Danubius volt, emlékszel rá, akkor is már küldtem SMS-eket, és akkor is már játszottam veletek. Az Árpus Erika volt a szüfem a bemondó például. Hát, az igen. Például 1986-ban, akkor voltam 13 éves, és volt egy ilyen játék, hogy biztos ma pont sikerül, és ott is nyertem. De nagyon sikerült? Nehéz volt. Sikerült. Apám, te aztán kitartó ember vagy. Emlékszem, amikor annak idején Bell bácsi ránk telefonál. Hány ajándékod van? Hát várja, Garamitól nyertem 2001-falma ajándékcsomagot, akkor én nyertem a Són nálatok. Azt hiszem, egy tőled nyertem, azt hiszem, annak idején 6-7 éve egy kétkazettás magnót. És a kétkazettás magnó volt? Azt hiszem, amikor Pécset voltatok. De várja, egy gyorsmásolós? Én azt hiszem, a LG volt, nem tudom, most már régen volt. És én döntöttem el, mert egy volt, és te voltál fönt a színpadon, és én döntöttem el, és a Philadelphia Bruce Springsteen-től volt, és az első taktusból kitaláltam. Az igen. Nagyon. De Pécsre nem jöttetek, úgyhogy szomorú voltam most. 4 éve nem voltatok, azt hiszem. Pécsen? Régen nem voltunk már. Jó, hát de ezt sok helyre elmondhatjuk. Most ugye új helyszíneket kerestünk, és ott nagyon örültek nekünk. Nyilván Pécsen is örültek volna, jövőre megyünk. Na kérlek szépen, akkor meghallgatjuk, hogy mit csinál a két kisöreg. Nézik a Jurassic Parkot. Nem, elmentek megnézni a Pilisvörösvári aluljáró. Ahol már az élet új formáját. Igen, az élet utat tört magának. És közben zenét hallgatnak, de vajon micsodát?
ez az Indian Jones. Ez az Indian Jones. Hát de hogy lehet így ilyen hosszú dzsűr? Hát ebből az első hang. Indian Jones, hát ez a kedves sorozat, amit képzeld el, 8, elmondhatom ez gyorsan. Ha persze, ezek, hát 10-ig itt vagyunk. Képzeld, hogy 1986-ban szakát szerettem volna lenni 13 évesen. Aha. Volt egy olyan műsor, hogy főzőcske, de okosan Harrison Ford, akkor forgatott, nem tudom hol. Azt hittem, hogy főzőcske, de okosan Harrison Ford-dal. Igen, igen, egy töltött káposztát főztünk volna, és Dévényi Tibi bácsi visszahitt, hogy sajnos nem lehet, nem jön Magyarországra, úgyhogy elmaz a töltött káposzta főzés. Ó, Istenem, micsoda törés ez az életedben, Indiana Jones-szal egyetemben. No, jó. A lényeg az, hogy megvan, hát egyébként tényleg nem volt nehéz, úgyhogy gratulálunk neked, megvan az ajándék. Egy nagy tapsot kapsz Zsültől most. Beugrattalak. Nizsül, ez az! Istenem! Itt több hallgató egyébként azt kérdezi, hogy 86-ban hogy jelentkeztél SMS-ben játékra? Nem SMS-ben, telefonom jó, volt. De durva! Bocsánat, azt nem mondtam, telefonom volt, és az Árkus Erika volt a műsorvezető. Biztos, hogy pont ma sikerült. Töltött káposzta, Indiana Jones-szal. Én nagyon sokáig szerettem volna a 15-es korom a Tereza Orlovszkijról egy lucskos káposztát. De sajnos az se jött. De egyoldalú volt, ő legyártotta, csak nem volt állott. Józsi, gratulálunk, ügyes vagy, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Hello, Pécsen, jövőre Pécsen válaszok. Igen, főnök. Szevasz. Szia. Szia, szép napot. 3 perc múlva lesz 8 óra, a lucskos káposzta után pedig jön hozzánk Kovács Áron, akinek nagyon nagy küldetése van egyrészt, azt el fogja nekünk mesélni, aki akar majd csatlakozni hozzá, és aki bírja, mert nem kicsit vállal Áron. Erről fogunk beszélgetni. Meg az alapítványáról. Igen, ez lett volna a másik. Igen, amit nem tudjuk, hogy miért hozta létre egyelőre, mert segíteni akar a cukorbetegeknek, vagy mert ott sokkal jobban megy a trükkös könyvelés, nem tudjuk, de majd elmondj. Amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Jaj, gyerekek, jó volt ez a kis rockset. Igen, hát akik hallották őket, azok biztos nagyon élvezték a koncertet, és azoknak mondjuk, akik rendszeresen olvassák az egyik ételizésítőről elnevezett napi bulvárt, hogy ha esetleg ma olvassák az újságban, hogy már csak 5 napot kell várnunk arra, hogy felcsendüljön végre a Sleeping in My Car például, akkor ők egy picit dezinformálva vannak, a koncert már nincs. Tehát, hogyha most jegyet vásárolnak az 5 nap múlva következő koncertre, akkor ott valami komoly megvezetés folyik. Tehát több átverés is van benne a koncert és a jegy ügyében is, egyébként az újság szépen leírja, hogy mit kért a zenekar is, hogy 5 nap múlva lehet, már lehet, hogy náluk 2 hetes labzárták vannak, nem? Benne maradhat a tördelésnél. Gyerekek, itt van egy luk, dobj már még be. De van egy híre rakszetről. Népszerűek voltak, emlékszem, na, mindenki szerette. Sokat Robi harcol a tranzis havak ellen. Ne, inkább legyen egy ilyen régi az elejé szerint. Na jó, van, tehát hét kedden volt a rakszet. Na volt már. Sokan kérdezitek, hogy mi van a Balázzsal, ez igen. Dávid írt például, sziasztok, az edzőbácsi. De jó vagy, az edzőbácsi hol van? Edzőbácsi pihen, nem jogosított fel minket arra, hogy elmondjuk azt, amit ő sem mondott el nekünk, hogy hova utazott, úgyhogy de a jövő héten természetesen lesz, semmiféle egészségügyi probléma nem áll a háttérben. Nem lehet, tehát továbbra is játékra kész. Nem lehet, hogy a 10-es úttal kapcsolatosan ő valami már elindult arra felé, hogy megbeszélje az átadó ünnepséget, és bennünket ki akar hagyni? Nem, szerintem hogy hívják, egy
gumicsónak a szélén ül a Pillisvörösvári aluljáróba, és éppen most rakja fel a búvár szemüveget, és hátra akar dőlni. Kapásra már. A csepeli gyorsforgalmi út végén a Kossuth Lajos útnál lévő nagy lámpás csomópontnál sötétek a lámpák, még sárgán sem villognak. Nagyon figyelni, már törött a útra is áldogál varázsgömb, írt a Szolnok. A Kacsa utca mellett a suli kocsi bejárójánál drága fotók készülnek. Mátétól kaptuk, motoros gázolás a 13. kerületben a Lehel Dózsa sarkon, a Lehel piac felé. Menekülj a Róbert Károly a Dómusz után jobbra. Már gondolom, hogy a menekülő, ezt Pityú írta nekünk. Szombathely elkerülőn a két körforgalom között trafiznak. 81-es főút Bakony-Sárkány erdő csárdánál KPM ellenőrzés. 11-es főút, M0-ás Budakalászi csomó. Ja, hogy kérdezzünk rá, Miki. Hát ezt most elszúrtuk, Miki, vagy későn vettük észre az SMS-t, de úgyis fogunk még Danival beszélgetni, és akkor majd kiderül a helyzet. Na, de el se hiszem. Papuka Kovács Áron! Jó reggelt! Hello, merre jártál? Jogos a taps, mert idejött. Hello, Los Angeles! New York, Budapest! Hát szevasztok, jó reggelt is mindenki. Hát jöttem a tízesen. Ruhába aludtál, hogy ennyi idő alatt ide értél? Jöttem a tízesen. Elmerültem Szügyig vízben, utána Tereza Orlovszki lucskos káposztájánál volt egy kis karambol. Több férfi egymásnak ment. Beteg mi? Vad duhajkodásban. Aztán itt a bejáratnál meg valaki itt elkezdett magyarázni, hogy jött valami cuccér, ilyen garanciális dolog, de elhajtottam, mert semmi erő nem tudok. Akkor ismét várhatsz egy hetet. Na, akkor hallgatál minket. Szia. Sziasztok, jó reggelt. Na tényleg, hol késtél? Már mire gondolsz? Egyébként meg nem, mert a megszaj sem. Tulajdonképpen nem. Tök, érted, precízen pontosan, takra pontosan, amit itt nem, az igazság, óra. Nagyon egyszerű a történet, hogy én nem szoktam járni ebben az időben a város felé, hanem én a várossal, hogy mondják ezt, én a kör kerületén szoktam autózni, ha mondjuk a parlamentet veszük az Origónak, ami egyébként a Clark Ádám tér. Mindegy, tehát az a lényeg, hogy én így, értitek, kerületen mozgok, és ott lehet viszonylag jól. Ez a befelé mozgás, ez teljesen reménytelen. Illetve te ilyenkor végzel az esti buliban is, kifelé mész, tehát mész haza aludni. De hogyha mondjuk a parlamentet minden... szeretnél tüntetni, akkor ne a Clark Ádám tére menjél, jó? Nem fogják látni. Nem, mi van a gyerekkel, tényleg? Hogy melyikkel? Az iskola. Mert múltkor, hogy itt voltál nálunk, akkor pont beszéltük. Személyiségi jogokra kell hivatkoznom. Hát ő lett akkor az iskola rossz, szerintem simán. Tehát, na, most ezt az apjából azért tudtuk, szerintem körülbelül. Én nagyon jó gyerek voltam. Három, most ez a tipikus újságírói blöff volt a Feri részéről. Na és a gyerekkel mi van? Hát csak született már gyereke. Az újjal mi van, akkor lehet kérdezni? Igen. Hát a kicsi is mutogatja már a kis macska karmait. Ugye egy éves már jár, rohangál, amire azt gondoltam, hogy milyen jó lesz, hogy nem kell cipelni. Most már inkább cipelném. Tehát az a helyzet, hogy ez így mindig az ember azt hiszi, hogy jobb lesz, aztán sose, de valójában meg mégis. Gyerek, nem tudom, volt ennek értelme. Nálunk ilyen izék vannak, ilyen infrakapu van, hogy kap egy ilyen nyakörvet, és egy kisebb sokkolás át akar menni. Nem pórázzunk, legyen már szabadon az a gyerek. Így van, csak egy dogosé volt korábban, úgyhogy viszonylag nagy a feszültség. Szóval az összes gyerek jól van, és az igen, összes köszönöm. Feleség, és az összes anya, te is. Nagyszerűen. Hát köszönöm, hogy kérdeztétek, most volt a születésnapom pár napja. Minek hívtunk meg? Egyébként eszünkbe se jutottál volna. Ja, és ami a durvább, hogy a 10 éves házasság évfordulónk volt tegnap, és én most tudtam meg, hogy erre így szoktak egymásnak ajándékot, hát igen, vagy szoktak illik. Valami. Elviszed valahova. Nem vittem el. De te tudtad az időpontot, a dátumot? Nem. Hát ezekre én nem szoktam, de a sajátomat is el szoktam felejteni. Nagyon vicces volt, hogy mondjuk a névnapom is nemrég volt, köszönöm, hogy felhívtatok, tényleg nagyon jól esett. Nem, van ez a korosztály egyébként, hát szerintem Áron is ez a korosztály, hogy május 1-ére még fújunk lufit, de hogy mikor volt a házasság, értem. Nem, hát ott a saját névnapomra egy reggeli SMS hívta fel a figyelmemet, hogy a szolgáltató. Isten, és így ültem, és így néztem, hogy mit ünnepel, ez biztos félrement. És akkor úgy szép lassan kezdett felderegni, hogy de hát hisz ez én vagyok. Én azon mindig felháborodom. Ja nem, T-mobil. Én azon mindig felháborodom egy kicsit, mert ugye május 11-e az én szülinapom, csak mondom, hogy az se volt rég, és a Jani és sem. Bizony. És engem egy hallgató fel is köszöntött. De ő nagyon lelkesen is őszintén, hogy a május 11 az Ferenc nap is, és nekem jön május 11-én reggel a szolgáltatótól SMS, hogy kedves Ferenc, boldog névnapot kívánok. Hátra és én mindig visszaírom, hogy nem névnapom van, nekem ma születésnapom van, te izé senki, de nem válaszol, de nem az válaszol. Automata, szemetek. Ráadásul a kedves Ferenceznek azért az kemény lehet, nem? De én nem tudok mit csinálni. Jó, mondjuk vannak az emberek, van egy olyan, az életenek egy olyan periódus, amikor nem bánná, ha kedves Ferenc lenne, érted? Amikor a végén, amikor melyikre strigulázol, tudod. A strigul, a bankszámlára, vagy a felhozatalra. Most már ide. Na, komoly dologról beszélünk egy nagyon, nagyon kicsit. Azt mondta Jani, hogy szerintette mindenféleképpen az alapítványi
pénzmosásról akar beszélni. Igen. Így, ahogy tetszik mondani. Azért vezettem föl így a sztorit, mert ugye te csináltál egy alapítványt, vagy beszálltál egy alapítványba, segíted őket, ami most így egy picit mindig elgondolkodható, egyébként mindannyiunknak van egy-egy ilyen szervezet. Természetesen, akit... és nekünk is a könyv velünk ajánlottam. És hogy ott lehet, tisztán lehet most egy-két dolgot. Hogyan küzd az ellen az ember, hogy ne ez legyen az első ma Magyarországon, hogyha egy alapítvány nevében te valahova elmész, akkor ne mondják azt, már te is. Nagyon érdekes. Abszolút nem találkoztam ezzel a kérdéssel. Egy nekünk dolog... mondták róla, csak azért. Ja, hála Istennek, figyelj, egy dologgal tudok én ezzel hozzá, egyáltalán nem foglalkozom vele. Tehát most, hogy mondtad, azért nem is tudok, mit nincs válaszom rá, aha, mert hogy ezen egyáltalán nem gondolkoztam el, hogy mi van akkor, ha azt gondolják, hogy... Tehát, hogy az, amit én csinálok, ugye nem az arca vagyok egy alapítványnak, tehát nem az történt, hogy valaki kitalált valamit és keresett hozzá egy jó nagy felületet, amit így bennem mind arcban, mind igen, ha hát találok, akkor is megvan, tehát, hogy nem ez történt, hanem ezt én hoztam létre az érintettségem okán, én cukros vagyok, és mindig meglepődve hallom azt, amikor emberek úgy tekintenek rám, hogy hú, hát akkor átnőttél a szememben, mikor ezt így fölvállaltad. Hogy mondom, miért? A cukorbetegség igen, ez igen, az a mi az Isten igen. baj van. Igen, tehát, mint hogy egy coming out lett volna. Tehát, hogy mint hogy, igen, mint, hogy Janival lebuktuk volna valahogy a restiben. De egyszerűen nem értem ezt a jelenséget, és ugye én 33 éve vagyok már cukoros, és amikor, mit tudom én, ez az első 10 évben még értettem, aztán utána jött egy hosszú szakasz, amikor nem foglalkoztam vele, mert az én életem rendben volt, én ezt tudtam, hogy kell csinálni, hogy ez ne legyen lemondásokkal teli keserves út. És most meg, hogy egyébként ugye a gyerekeket felosztod, ez egy ilyen vicces élethelyzet, hogy az ember két gyerek után, 40 után így elkezd valami mocorogni benne, hogy kéne csinálni valamit, ami nem csak vicces beszélgetés a rádióban, és ez most nehogy rossz néven vegyétek. Nem érdekes. Mert hogy ez ilyen ízlés dolga, nem tudom titeket mennyire zavar az, hogy amivel mi foglalkozunk, az megítélhető nagyon sokféleképpen. Innen is, onnan is, amonnan is, kizárólag ízlés dolga, akik szeretnek, nem azért szeretnek minket, amiért szerethetőek vagyunk, akik utálnak, nem azért utálnak, amit egyébként kéne. Szóval az egész olyan furcsán lóg a levegőben, és akartam csinálni valamit, ami én egyértelmű. És akkor onnan jött egy gondolat, hogy lefutom a maratont, így 42 évesen a 42 kilométert egy krisztusi 33 év diabétesz után, és akkor ez így nőtte ki magát. Én ezt önmagamért akartam elkezdeni, hogy akartam valamit csinálni, ami nem kérdőjeles, ami nem ízlés dolga. Lefutottad a maratont, akkor ott egy fazacsávó vagy. Bocsánatot kérek. Tehát, hogy nincs, érted? Nem kell magyarázni. Igen, igen. Mert bármilyen teljesítményt az életemben magyarázni kell. Jó, csak már... a szerencse szombatban, és nem tudom, hogy megpuszil, vagy leköp. Tehát, hogy nem húztad ki a számomat megint, érted? De nem akkor... én húzok. Nem akkor tudod, hogy... igen. Na, és akkor ez így nőtte ki magát, és aztán elkezdtem most azokkal foglalkozni, hogy mindig olyan problémák vannak, egyet említek, hogy vannak iskolák, nem vállalja be a cukorbeteg gyereket, úgy tanul az a szerencsétlen, hogy az anyja közben kinnül a folyosón. El tudod képzelni, hogy reggel 8-tól anya megjelenik, kiül a folyosóra, gyerek tanul, és akkor délután 4-ig, 1-ig, nem tudom, ott ül, mert a gyerekét nem vállalta el. De mit kell elvállalnia ott? Tehát, hogy anya mit tud segíteni? Én például nem vagyok képbe a cukorbetegséggel kapcsolatosan, tehát nem tudom, hogy miért kell oda anyu. Semmi. Ő adja be mondjuk az inzulint? Semmi, de Feri, nem az a baj, hogy te nem tudsz semmit a cukorbetegségről, mert az neked, tehát kvázi nem találkozol vele, nem vagy az, és nem vagy munkaadó, nem vagy olyan, aki gyerekekkel foglalkozik. Például a legnagyobb probléma az, hogy ő nem tud semmit a cukorbetegségről. És ilyenkor fognám kézen, hogy na gyere, akkor fussunk egyet, kedves tanítónéni, és ha esetleg jobban futok én, mint cukros, akkor lehet, hogy valami elindul az agyadban, hogy az nem biztos, hogy kizáró. Figyelj, tényleg, hogy leegyszerűsítsük ezt a dolgot, mivel jár a cukorbetegséggel mondjuk napi szinten? Hát, várjál, készültem ilyen analógiákkal. Tehát a cukorbeteg emberben, ha ezt egy autónak veszünk mondjuk egy embert, ez egy szerkezet, akkor hiányzik belőle a tempomat. Ennyi a történet. Uh-huh. Tehát magyarul az történik, hogy egy tempomat mit csinál, ha te lejtőn mész autóval, akkor sem gyorsul be, szépen ott tartja mondjuk 100-on, és hogyha ha meredeken mész fölfelé, akkor is 100-on tartja az autót. Tehát mindig a környezettől függetlenül be van állítva az a sebesség, az 100. Ha most a sebességnek a cukrodat megfelelteted, akkor neked, Jani, például mit tudom én, mondjuk azt, hogy ilyen 5 körül van a cukrod, és ha nagyon sok tortát eszel, akkor se nagyon fog elmozdulni, picit elmozdul, de a tempomat visszahúzza, ha pedig nem ettél 3 napig, de sportolgatsz, akkor is egy picit lejjebb fog menni, de nem annyira. Egy cukorbetegnél ez nem így van. Én ha sokat eszem, akkor fölmegy a francba a cukrom, hogyha pedig nem eszem, vagy több inzulint adok a kelletén, akkor meg lerántja a francba. Nincs bennem tempomat. De ez nem annyira ijesztő, mert ugye a Forma 1-es autóban sincs. Aha. De attól azok még elég jó kocsik. Pilóta kell hozzá, tehát mindig
milyen mondom, jó hogy... látod a hasonlatot, milyen jó maga felé fordított, hogy rögtön Forma 1-es autó lett belőle. Hát de pontosan, ügyes, és ezt az üzenetet jó. Kívánom én az alapítványommal átadni, hogy kedves cukorbetegek, azért, mert nincs bennünk egy tempomat, attól még kiváló tudom járművek működni. Vagyunk, nagyon nagy dolgokra vagyunk képesek, jó pilóta kell hozzá, ez nem kérdés. Ami veszélye van, bocsánat, annyi, hogy mondjuk leesik a cukra, és akkor meg kell vele itatni, érted, 3 deci üdítőt. Ez csak akkor vissza. Köszönöm szépen, vissza. Aha. Igen. Egy érdekes mondatra térnék vissza, hogy igen. A cukorbetegek számára ma Magyarországon, ez csúnya szó lesz, de mondom, ciki az, hogy ő cukorbeteg? Hát ez a legnagyobb baj, hogy ciki, nagyon sokan nem merünk róla meg. Beszélni, aki hát, cukros. Igen. Igen. Nagyon de miért nem mondható, ez nem egy kapott betegség, tehát nem az volt, hogy eljártál a kupiba és óvszer nélkül, és éces lettél. De csináltam, de nem ettől lettem. Igen. Tehát, hogy tehát nincs összefüggés most a kettő között, érted? Persze, hogy nincs. Persze, hogy nincs. Ez egy, ráadásul bárkivel te holnap lehet cukros, Feri. Tehát, hogy rossz hírem van, nem leszel más ember ettől. Tehát nem leszel kevésbé sikerre, orientált, alkalmas. Nem változik semmi. Meg kell tanulnod, ezt a tempomat nélküli autót vezetni. Ennyi a feladat. Aha. És a környezetednek meg ennyi a feladat, hogy mondjuk mondok egy példát, ezt magam életéből tudom mondani, én 10 évig ugye küzdősportot csináltam, ott ugye az volt, hogy másfél órás edzések voltak, ütöttük egymást non-stop, és nem lehetett közben inni. Tehát, hogy az volt a feladat, kész, de másfél óráig nem eszel, nem iszol, hát végül is küzdősportra jöttél, nem egy napközis táborba. És én voltam az egyetlen, aki ezt megtehette, mert beszéltem az edzővel, és azt mondtam, hogy figyelj, nem fogok lógni, ezt látni fogod rajtam, hogy a belemet kihajtom, de amikor én meg akarok inni egy üdítőt, az azért van, mert leesett a cukrom, és muszáj, nem fogok tudni edzeni tovább. És mindig az volt, hogy oda mentem. Csak erre oda kell akkor figyelned, mert hogy mit tudom én, tehát hogyha nem iszod meg azt a poár üdítőt, vagy azt az üveg üdítőt, akkor mondjuk nem lennél partiban Kálai Sanders Andrással egy kocsmai bonyóban. Így van, de mivel ivott üdítőt, ezért abszolút partiban. Akkor te esnél el vagy a WC-ben, és sütnél meg magad. András egy pillanat. Mint Popeye a spenótot. Te hogy és mikor tudtad meg, hogy cukorbeteg vagy? Én 9 éves voltam. És úgy tudtam meg, hogy egy téli napon törőközőbe csavarva elvittek a kórházba, és ott hagytak. Igen. És így tudtam meg, hogy itt valami nem stimmelt. Kikötöztek, infúziót kaptam, és így feküdtem a sötétben, de egyébként ez tényleg így történt, ez nagyon vicces. Te 9 éves gyerek, tudod, jön majd egy bácsi, majd megvizsgál. Jó, jött a bácsi, pisíj rá erre a kis papírra. Há, mondom, de furcsa bácsi. De fura ez a bácsi, hallottam már ilyet, de hát ez mindegy. És akkor így megnézte, át sajnos kedves szülők, vinni kell. És akkor esküszöm, hogy azonnal? Azonnal. Ott megfogtak, azért este volt már, emlékszem, korom sötét, ilyen február volt, hogy január, tehát hideg este. De kihívták valamiért az orvost hozzá, igen. Nem? Tehát ja, rosszul persze. Voltál? Nem, sokat jártam WC-re. Aha, tehát mert vizelettel próbál a szervezet üríteni cukrot, és akkor mit tudom, én azt látom, hogy állandóan... Apád hagyott kint újságokat? Nem, tudod, mit hagyott kint? Egy török között, abba vitték el. Hagyott kint egy nota ezt, hogy húzgáljam a kis trigulákat, hogy hányszor voltam kint, Jézusom. És akkor így este 9-re így néztek, és számolt, azért 32. Kicsit sok lett. 32-szer, mert ilyen teljes ürítésre. Úristen. Tehát az átment rajtam egy kis folyadék, és akkor kijött a manus, és esküszöm nektek, onnantól kezdve, hogy rám nézett otthon a saját kis meleg fészkelmen a manus, hogy hát sajnos be kell vinnünk. Onnantól fél óra múlva én kikötözve feküdtem egy ilyen, tudod így... És nem tudtál, nem értette semmit. Én semmit, persze. Jézus, a 9 évesnek hiába magyarázott. Infúzió bennem, és majd a szülők. És úgyhogy nem is... Ica nővér, azóta már nem él szegény, de Ica nővér megfogott, akkor volt, mint egy markotányos asszony, így kitépett a szülők kezéből, el se tudtam köszönni. Tehát én emlékszem arra a lépcsőre. Jó, tehát ez régen volt, most már nyilván humánusabb a megoldás, de akkor nem vacakoltam. Jézusom. És onnantól kezdve jöttek a szurik? Igen, onnantól kezdve szúrnom kellett magam folyamatosan, és megtanulni ezt az életet. Igen. Úristen. Most kellett volna fotózzunk. De várjál, de egyébként ez a szúri része, ez nagyon durva, hogyha belegondolsz, mert a kisgyereknél, hát ugye rettegnek a tűtől. Mikortól vannak ezek a nagyon humánus szúrik, amik gyakorlatilag észre se veszel, hogyha belövöd magad? Hát az egy ideje van Magyarországon, én azért nem tudom a pontos dátumot, mert ugye meg én is kifőzős fecskendővel kezdtem, az a horrorfilmek eszköze. Ezt mondom. Az tényleg olyan. Itt a nővér volt reggel, mondta, hogy gyerekek, van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó, hogy én adom ma az inzulint. Hogy elfogytak az inzulinos fecskendők, és akkor ilyen a vénásnál egyel vékonyabb, de az is olyan, mint egy dárda, azzal kaptuk. Tehát én még, ugye az még a hőskora volt.
Van egy jó és rossz hírem, a jó ír az, hogy szója fasét lesz a tökfőzelékhez délután, és ezek az új szurim. Így. És akkor az volt a szerencsém, hogy volt egy diszidens barátunk, aki kinnélt Amerikában, és ott már voltak olyan tűk, mint ma, akkor már 30 évvel ezelőtt is. És akkor őtől szégyen mondjuk. Hát, szégyen magad, abban az időszakban kicsit. Nem voltak diszidens barátok, csak diszidens ellenség. Így van. Volt egy rohadt szemét, aki küldte nekem állandóan a remek fecskendőket, úgyhogy én ezt így megúsztam. Egy pár év után azért én már egy jót kaptam, de egyébként a legkevésbé a szurkálás a probléma a cukorbetegség. Nagyon hamar meg lehet szokni. Tehát gondolj bele, hogy ott ülsz 11 évesen, 12 évesen már kezdesz szőrösödni a megfelelő helyeken, már észreveszed a fiúkkal és lányok közti különbséget, és akkor, de hát időre kell adni az inzulint. És akkor leül melléd az apád, és azt mondod, hogy figyelj, kisfiam, velem ez történt. Az a helyzet, hogy választanod kell, nagyfiú lettél, vagy már 11. Választanod kell. Én életed végéig beadom az inzulint, ha kell. Életed végéig megyek, amíg én élek, addig te megkapod. De nem, ciki lesz az, amikor ülsz a Marika mellett a moziba, én meg így jövök oldalról, hogy bocsánat. Elnézést, a seggedbe szúrok egy tűt. Tehát, hogy jó lenne ezt inkább, ha te megtanulnád, és akkor majd te szurkálsz Marikával a megfelelő helyeken, ha úgy gondolod, és eljött az ideje. Így is, meg úgy is. És akkor ezt ülsz 11 éves, és így fölfogod. Tehát így megérted, hogy akkor ezt most magamba kell szúrni, mert a Marikával nagyon akarok menni moziba. Engem és ez apádat motivált. Nem akarod, hogy ott legyen, nyilvánvaló. Igen, és engem ez motivált, és akkor így pif-paf simán ment. Figyelj, és tényleg most nem akarok intimpiskásolgozni, de hát ugye, aki ismer, az tudja, hogy alapvetően ezt a kolibri technikát alkalmazod, és iszonyatos csapásszámmal dolgozol, hogy figyelj, szexnél nem zavaró? Tehát, hogy nincsen olyan, hogy ott például lesik a vércukrod, vagy ilyesmi? De van. Mert mégiscsak egy plusz megterhelés. Olyankor jön a fanta. De igen. Van, és képzeld el, annyira érdekes egyébként, hogy annyi felé mehettünk volna ezzel a témával. Miért csak érdekel? Nézd, Jani, ha ezt ilyen hivatkozási alapnak akarod, akkor simán mondhatod, hogy lehet, hogy cukros vagyok, és akkor így, tehát nyugod, értem, hogy keresed a menekülő utat, de az történik nagyon vicces, ezt most hogy fogalmazzam meg rádiókompatibilisan. Egyrészt a 12 éven hogy már többször kiakadt az állkapcsolat. Tekerjenek át máshova, de az a lényeg, hogy ez úgy van nálam, hogy ezt a lányok nagyon szeretik ezt az állapotot, illetve bocsánat a feleségem, most cukor már melegség, vagy mi? Nem, az a lényeg, hogy minden, mint a fagyott kutya lába, viszont sose lesz vége. Tehát a végét tiltja le a szervezet. Azt mondja, hogy neked itt most nem lesz jó, csinálhatod holnap estig, nem hagy, tehát elveszi a kedvet. Aha, tőle, elveszi a kedvet tőle. Képes vagy de rá, de mint csak a fagyott kutya lába, mondom, csak nem tudsz eljutni a végéig. Tehát csinálod, és tényleg ott Tereza Orlovszky háromszor lefőzte a lucskos káposztát, nem olyan jó, viszont, még mindig. Viszont a barátnődnek vagy a partnerednek meg igen. Így van. Na, a kivezető kérdés. 0-76-45-0-0-0-0 az SMS számon, kedves hölgyhallgatóink, jobban le fogunk folyni, mint a koffibisz reklám. Kivezető kérdés, oszt honnan a két gyerek? Oszt honnan. Ja, tényleg. Jogos. Ritkán vagyok rosszul. Na, egy perccel múlt el fél kilenc, lehet jelentkezni a háromosugrás játékra, még ma is van 300 kiló szabunk. 300 kilónyi prémium minőségű numero 1 in Germany. A hírek után jövünk ezzel, hogy szab meg még természetesen Áronnal is, és a két gyerek történetével. Egy perc múlva 3:49 örvendeztünk a Robbie Williams dalnak, és a Sziget nulladik napján meg is nézzük jól. Azt hiszem nulladik vagy mínusz egy, mert nem tudom, hogy számolják, de ugyanezt a korszakot hozza, hála Istennek. Tehát a igen, de tudod, hogy mit hoz Robbie Williams? Igen, átküldte a listát neki. Ne, igen, Feri egy-két dalt lehúzott róla, rárakott. Én mondtam, Robbie nem állsz vérciki. Tehát ez akkor sem volt jó, de hagyd a francba, nem érdekes. Kovács Áron a vendégünk, aki ugye alapítványozik most cukorbetegek felé, és itt mi a zene alatt beszélgettünk. Az a dolog, amit én elkezdtem feszegetni, hogy mi szégyenli való van benne, hát úgy tűnik, hogy leginkább ugye az emberekben önmagukban van a hiba, de hogy a többiek hozzáállása is ebben segít, meg néha az orvosok hozzáállása is, hogy te rosszul érez magad, hogy cukros vagy. Igen, ez abszolút így van. Ez egy külső elfogadás és egy belső elfogadás együtt. Tehát egyrészt nekem kell elfogadni, hogy ez a helyzet, kész, meg kell vele barátkoznom, ez van. És el kell fogadtatnom a külvilággal, hogy ettől én velem egy űrhajós nem lehetek, azt hiszem, de bármi más igen. Tehát, hogy ez tudnia kell a külvilágnak is, hogy ennek nincsen veszélye. Igen, mert akkor egy hajtóanyagtartályt len kéne hagyni, hogyha te lennél az De majd... Igazi rohadék, jó, de szeretlek ezért.
Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy az alapítvány az a D plus generation, ami a diabetes plus-t jelenti, szándékosan nincs benne a cukorbeteg szó, mert ezt kerüljük. Én nem szeretem, én ha meghallom, hogy összeredzenek, utálom a szót, nem vagyunk betegek, nem. Tehát hogy cukkereknek hívjuk magunkat, vagy ezek ezt a jelenséget, nem vagyunk a cukkerek. És hát a D plus generation azért jött létre, hogy a lelki szövődményeket kezelje elsősorban, mert azzal senki nem foglalkozik Magyarországon. Klinikailag ez egy kezelhető dolog, vannak inzulinok, vannak tabletták, van vércukormérő, mérjük mi is, én is méri, mindenki méri. És a Poppins is, tudom. Igen, a Poppins is. És egyszerűen ez kevés, ehhez azért, hogy mondjam, hogy lélekben kell így felemelkedni, hogy nincsen lehetetlen. Ezért futom majd le a maratont, hogy ezt így majd tényleg kézzelfoghatom. Hát nyugtával dicsérd a napot. Le tehát, hogy igen, jó, elhatároztat, ott leszel. Most fogadok 100 forintba a malacpersejedbe fogadok. Aztán engedd el a malacpersejünket, ahhoz neked semmi között. Figyelj, mondtam neki egyébként, hogyha nem lép vissza egy héttel a verseny előtt, akkor én elmegyek vele, és én is letolom. Na ne. Mondd a tiéd. Te azt mondtad, hogy erre leveszéljünk. Ott fogok neki nyulazni. Nem mond. Nyulazni. Akkor ez eldőlt. Jani fut velem. Egyébként Jani, csak azért mondom, mert valóban beszélgettünk róla, és akkor tettél egy ilyen megjegyzést, miközben munstrágattad csípőm szélességét, így félszemmel, hogy Áron, azért az idődön egy picit próbálj megjavítani, mert az nekem jó, lefutottad a félmaratont, lefutottad, de azt nevezzük inkább kocogásnak, hogy nekem az egy kicsit lassú lesz. Na azóta 20 másodpercet hoztam a köridejű időmön. Azt hittem a félmaraton. Azért 20 másodperc, de ez egy a hónap alatt nem kevés. Úgyhogy én komolyan vettelek, rohadj meg, és én edzek most. Aha, de csak azért mertem mondani, hogy le fogom vele futni a maraton, nem mostanában nem látom a Facebook oldalán a posztokat, hogy mennyit fut, és gondolom, akkor bedobja majd félúton a török között. Egyéb sportprogram lesz, amilyen alapítványi? Persze, hát igazából mi programokban leszünk majd erősek, illetve abban arra biztatnánk mindenkit, hogy tartsanak velünk, és nem szegregálnék, tehát én mondjuk a cukorbeteg táborokat is picit olyan lágerszerűnek érzem. És pont hol az vasol is a... mostanában? Pont a... Ezt valahol hallotta, és begondolt át, hogy jó lesz. És jó lett. Szóval, hogy... Tehát nem csak nagyon nehéz veletek, egyen meg a születeket. Tudtad, hogy hova jössz, ne cirkuszolj. Igen, tehát a lényeg az, hogy így van. A lényeg az, hogy a tök jók a cukros táborok, oké, értem, de pont az lenne a lényeg, hogy beilleszkedni, hogy észrevegyük, hogy nincsen különbség. Tehát, hogy magyarul jöjjön bárki, aki bringás vagy, aki nem, amikor lesz a nyári szünet, ugye az elkezdődik június 13-án, akkor már ugye már szombaton, és július 14-én, ahogy vége van az iskolának, körbe bringázzuk a Velencei tavat. Az nagyon jó. És lesznek 28-as. Igen. Lesznek programok, gyerekeknek csinálunk kisebb tábokat, tehát meg lehet érkezni biciklivel. Annyira aranyos volt a MÁV, hogy külön ilyen bringaszállító vagonok is lesznek, hogy mindenki el tudjon indulni, akár Pestről földobja a bringáját, mert ez egy probléma egyébként, hogy biciklivel mostanában bizonyos járatokra felszállni az nehézkes, de ezt így megoldottuk, hála nekik, úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek a támogatását. Veletek. Gyere, Feri! Mert én ott lakom olyan kómen nyáron, 15-én hát meg. A sulinak, utána gondolom pici ballagás, vagy szerenád, vagy nem tudom, hogy lenne iskoláskorú gyerekem mindenféleképpen mennék szerenádozni vele, de tapasztalatszerzés révén, érted, hogy hozzájuthatsz némi információ. 14-én, tehát ott a Velencétől, és én is ott leszek, és lehet majd feszes nadrágban látni engem, Jani, ha esetleg gondolod. Sajnos én akkor gyorsan szervezek egy programot a Tiszatóhoz. Figyelj, egy kedves hallgatón kérdezi egy kicsit komolyabb a kérdés, hogy a szerencsés szombaton a hostess lányokon kívül mit húztok? Nem, ez nem volt komoly szerintem. A gyerekeid örökölték a cukorbetegségedet, illetve hogy örökletese. Igen, nem tudni egyébként, tehát ha azt tudnák, hogy mitől lesz valaki cukorbeteg, akkor egyszerűbb lenne a helyzet. Nagyon sok mindentől lehet. Én például valószínűleg egy vírusos megbetegedések után is szoktak cukorbetegek lenni. Gyerekek, velem ez történt, nem örököltem még egyik gyermekem se, de hogyha majd eljön az ideje, én is 9 évesen lettem, és a legidősebb gyerekem most lesz 8, tehát még azért vastagon benne van. Picit igen. Ez szülőnek mindenképpen rosszabb, mint gyereknek. Tehát most, hogy én ugye felnőttem így, és most látom, hogy vagy érzem azt, hogy mi történne, a gyerekem is ebbe a cipőbe járna, azt hiszem, hogy most jobban megviselne szülőként. Tudod, az ember a saját gyerekének mindig valahogy más elképzelése van, de tudnám, hogy neveljem, és hogy milyen hasonlóan megpróbálnám. Meg ők látják már rajtad, nem? Mert nyilván nem titkolod otthon. De a fiam az követeli, hogy mérjünk cukrot. Tehát úgy érzi, hogy büntibe van, mikor ő nem mérhet. Tudom, kisfiam, tehát nagyon cukik. Így van. Hát meg látják a hátadon a nagy teljes hátos tetoválást, hogy szex, inzulin, rock and roll. És ez nem rossz. Régóta én akartam egy jó varatni. Szlogen kell, igen, mi? Igen. Akartam varatni magamra már régóta, évek óta, csak nem találok olyat, amit úgy szívesen föl. De ez nem rossz. Szex, inzulin, rock and roll.
cukorról. Azt írja valaki, hogy nem, ne cukrosozzunk, mert az a sütemény inkább diabos vagy más. Látod, a cukor, látod, igen, cukor, azért mondom, igen, hogy nem szeretjük. A más az áthallásos szerintem egy picit. Hogy más, igen. Akkor cukor. És a nap SMS-e szerintem, hogy a mai felállás akkor egy cukor és két papper. Tényleg, ez nagyon jó. Egy cukor és két papper, de jó. Papper. Ezek vagyunk mi. Elmondtunk-e mindent, azon gondolkozom. Én erre nagyon sokat tudok beszélni, csak nem akarom, hogy nagyon ilyen orvosi fél óra legyen. Nem is, nem, erre alkalmas vagy, hogy komolyan beszél. De alkalmas vagy róla. Akkor maradj még, mert a cukrosok és a, bocsánat, a diabéteszesek és a zab, azok kiegészítik jól egymást. Hát figyelj, szoktam hallgatni ezt ugye benneteket erről a... Kimentem, őket, friss harmadban, engem, friss engem harmadban, nem mesztelenül hemperegtem egy kicsit, és aztán hogy zabkásával leöntöttem. Fantasztikus. Tóth Gábor. Igen, igen. Csütörtökönként, igen. Gábor elképesztő, hogy... Ő egy szelíd lelkű ember. Az, egy szelíd galamb. Igen. Na mindegy, szóval ennyire azért én nem vagyok. Uh-huh. Jó, akkor nem te fogod nyerni a 300 kiló zabot a hármasugrásban. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Igen, Gábor az a típus, aki csak egyszer kattanjon be, de akkor egy francia kulcssal adjon be egy kosárparkolóban. Ugyanezt érzem. Egy kosárért ért. Igen, ha egyszer megőrül. Hogy egyszer bekattanjon. Ugyanezt érzem, hogy ez nála az udvarlási szakasz. Az udvarlási szakasz. És amikor oda kerül, akkor így átváltozik egy ilyen állat Rocco Siegfried, és tudod, így atya úristen. Igen, érzem benne. Kati, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szia! Abba új szántóról hívtál bennünket. Igen. És jelentkeztél milyen intézményből, mert ugye ezen a héten akkora mennyiségű zabjaink vannak, most 300 kilót lehet megnyerni naponta. Általános. Igen, arra gondoltunk, hogy ezt nem adnánk oda egy négyfős családnak. Ló van a házban. Köszön vagyunk. Mert van belőle baj, vagy egy ötfős családnak, hanem ugye iskoláknak, akkor általános iskola? Így van. Uh-huh. 347 tanuló van. Oh, és mit fogsz kezdeni annyi zabos gyerekkel? De hogy. Nem akartunk tőle elbúcsúzni már. Hétfőn kellett volna hívni, akkor még nem hallották a hallgatók. Csak 50. Ja igen, bocsánat. Azt hittem végre eredeti lettem. Nem sikerült. Te mit csinálsz az iskolában? Gyermekvédelmi felügyelős vagyok, és első osztályos tanítónéni vagyok. Gyermekvédelmi felügyelő? Így van. Felelős. Gyermekvédelmi felelős. Ott a külső zaklatása fontos, vagy ha egymást bántják a gyerekek, vagy a szülői? Minden területen hátrányos helyzetű gyerekek. Engem fenyegettek veletek. Én emlékszem, diákkoromban az irodalom tanárnő azt mondta, vagy akkor magyar, nem tudom, minek hívták általános iskolában, hogy majd a gyermekvédelmisekkel, amikor beszélek. Tehát ti voltatok a mumus, csak szólok. Ezzel találkozol, ezzel a jelenséggel, hogy így riogatják a rossz gyerekeket veletek, hogy mi nem, lesz? Nem, annyira rossz gyerekek nincsenek. A világos, én sem problémák voltam. Problémák azok vannak, de azt meg tudjuk őket kezelni. Ha már problémák, nálatok problémát jelent a gyerekeknek az étkeztetése? Igen, sok gyereknek igen. Tehát akkor jó helyre az mehet. Az egészséges életmód az nagyon fontos. Jó helyre lenne. Mehet ez a 300 kilónyi zab. Így van. Uh-huh. Egyedül játszol, vagy van segítség? Most van segítségem. A teljes pedagógusi kar. A barátnőmhez, nem, sajnos nincs iskolama. De a barátnőmtől kértem segítséget. Mi történik Baz megyében, hogy nincs ma iskola? Hát mi egy rendkívüli napot kaptunk, öt tanítási nap terhére, hogy hosszabb legyen a pünkösdi hétvége. Jaj, de aranyos. Ez még jó fejség. De majd le kell tanulniuk, ugye? Persze, mindenképpen. Aha. Ez már kevésbé. Ja, ez már kevésbé. Igen, most elmondják, hogy most egy darabig gyerekek nem kell jönnötek, de kedden dolgozott minden. Ez így van, megérjük a kérdégi felméréseket, és akkor kezdted a dolgozat. No, Kati, bárhol megállhatsz, ha úgy érzed, hogy elég a 100 kiló, 200 kiló, de természetesen mehetsz is végig, úgyhogy jöjjön akkor az első kérdésünk. 100 kiló zabért meg nyakba akasztó. Pasztartó. Így van. Uha. Ki volt a szépség és szerelem istennője a görög mitológiában? Görögben? A rómaiban Vénusz, görögben Afrodité. Így van! Rómait, görögöt, ez az! Kati, megvan az első 100 kiló. Menjünk-e tovább? Persze, igen. Na most megpróbáljuk. Jó. Jó, akkor újabb 100 kiló zab, hát és baseball sapka. Egyre nehezebbek. Melyik csapat lett a labdarúgó Magyar Kupa idei győztese? Hát. Fú, ezt pont tudom, Ferencváros. Ez az! 4-0 győzelem.
Tud örülni. Nagyon jó. 200 kiló zabot már begyűjtöttél. Na most vigyázni kell, mert ugye a 300-adik is meg lehet, de hogyha nem tudod a harmadik kérdésre a választ, akkor azt a 200-at is elbuktad, amit eddig nyertél. Hát illetve bummal visszahozhatja az egész 300-at. Jó, de hát a bum és akkor matróz lakoma. Megpróbálom. Az iskolában. Milyen matróz? Hát elbukják az abot. Matrózlak. Nem tudod, mi ez a matrózlak? Nem. Hát ugye egymást teszik meg, de mindegy. Nem olvasnak. Matrózlak. Akkor matrózlak. Jó. Ja, és persze természetesen a harmadik kérdés mellé, a jó válasz mellé természetesen adunk egy órát is. Egy dedikált morning show órát. Egy irodalom órán. Ó. Na jó. Köszönjük szépen, ha sikerül. Na, akkor jöhet a kérdés? Így van, igen. Melyik filmben játszott együtt Natalie Portman, Jean Reno és Gary Oldman? Fú, Natalie, Jean Reno, segítsetek, mert nem Natalie Jean Reno. Hogy van, zseniális kultfilmről van egyébként, szóval még Natalie Portman nagyon pici volt. Natalie Portman, most mondja észre barátnél, hogy még olyan kicsi volt, 8-9 éves körül. Kis pici lány volt. Ja, Isten. Így van. Köszönöm. Kati, nyakbaakasztó, nem, póló nincs, baseball sapka, bögre és 300 kiló zab. Így van, bögre sincsen, óra van. Az és 300 kiló zab. 300 kilónyi prémium minőségi zab, numero 1 in Germany. Ja. Ja. És tudjátok, hogy hol kell a zabot elkészíteni? Ja, ezerféleképpen el lehet. Figyeljetek, a legegyszerűbb módja a zab elkészítésnek, nagyon sok hallgatónk írja, hogy mondjuk fogyasztás előtt egy fél órával egy fél bögrényi tejbe, vagy akár vízbe az ember bekeveri, és hogyha még, mit tudom én, némi kis asszal gyümölcsöt adtok mellé, akkor tökéletes, de egyébként ugyanúgy készíted el, mit tudom én, mint például a tejbegrízt, vagy a tejberist. Aha, tehát bekevered a zabot, állni hagyod, addig eszel egy jó kolbászos kenyeret, addig le kell félel a gyerekeket, amit fényes lesz a szűrük. Kati, megy a 300 kiló zab, és neked... Nagyon szépen köszönjük. Neked pedig az ajándék. Köszönjük, szia, puszi. Sziasztok, puszi. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva lesz 9 óra, vérzik a szívünk, de el kell búcsúzunk tőled. Jaj! Hogy megijedtél? Jaj, ne! Jaj, ugye? Fúj! Köszönjük jaj, szépen, Áron! Akkor június 14-én a Velencei tónál bringázunk, találkozunk, megyek én is, jöjjetek hallgatók, tehát nem csak cukkerek, hanem nem cukkerek is jöhetnek. Sőt, ez a cél. Ez így van. Fiel, de legyen ez kérdés pár év múlva. Az egy jó koncertet a végén csak belecsempészt a saját magadtól. De ismered majd a szereplőit, úgyhogy fölrángatunk a színpadra. Nehogy azt hitt, hogy nem úszod meg. Jézus, készülj a maratonra. Ott lesz az a másik fiú. Igen. Készülj Serényen a maratonra. És akkor jössz. Akkor ez eredet. Hát majd meglátjuk, hogy hol fogsz tartani. Majd október elején. Jó, oké, na, rendben. 2 perc múlva 9 óra, a következő órában pedig újabb vendégünk van. Tegnap már mondtuk nektek, Tatár Csillát csábítottuk el magunkhoz. Vannak eszközeim. El tudok intézni dolgokat. Amit most hallani fog, az csak egy példa. A show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9:10 lesz 3 perc múlva, szevasztok, a Szignálból két név, igaz, János ja. és Ferenc, kedden viszont már lesz Balázs is. Nagyon szívesen elmondanánk, hogy hol van. De nem tudjuk. Az biztos, hogy ha az ország területén van, akkor nem napozik, mert a jövő hét szerdáig végig rossz idő lesz, úgyhogy gyűjtsétek a tippeket egymástól, mivel tudnátok túlélni ezt a hétvégét. Basszus, de miért pont hosszú hétvége előtt? Miért? Miért? Mondjuk én be vagyok tárazva, 4 trónokharca, 2 évad Bensi, az egyébekről nem beszélek, a gyerek mondja, korábban. Apa, nem megyünk valahova? Majd de akkor... arra, amikor napos idő van, akkor is azt mondom, hogy nem. Rafiznak a sűnik a 74-esen Egervár Zalaegerszeg felőli végénél, pesgőszínű Szeádból óvatosan, internetes Dávid és Peti írta, Harkány, Terehegy, Márfa felé trafi, Lánchídon lerobbant egy autó, nagy a torlódás a pesti oldal felől, Tibi írja, Gyugyi ott maradt. Szentendrei év csak a Margit hídig közlekedik, Batthyány térre pótbusszal lehet eljutni újra, mérik a sebességet Edelény belterületén, aztán 37-es főút trafi Tolcsvánál, Andrássy oktogon kereszteződésénél nem működnek a jelzőlámpák, lassú a haladás. Ha már Egervárt említetted meg a trafit, a trafira nem reflektálnék, Egervárra viszont igen, nézzétek meg a felújított várkastélyt, ha arra jártam.
Talán voltál már? Voltam, persze. Csak akkor még nem volt felújítva. Nagyon sűrű a mai reggelünk, hála a jó Istennek, és megérkezett hozzánk Nagy Taps kíséretében. Tatár Csilla! Jó reggel! Hello! Mondom, jó reggel! Rengeteg minden történt az elmúlt egy évben a te életedben, ennek az egy bizonyos részét a bulvár sajtó gyönyörűen megírta, tehát mindenki tud róla. Kezdjük még az elején. 2015. január 1. Ezt az újságot direkt? Nem, rádobtam ezt a mert kis adásmenetet. Ja, el akarod olvasni? Nem. Ha nincs apasági nyilatkozat, nem. Gönci lesz a baba neve. És terápiás jelleggel nem olvasok. Szerintem pont menjünk rá. Pont menjünk rá, és kikezelünk téged, de kezdjük az elején a dolgot. Te egy kereskedelmi televízióban dolgoztál, és egyszer csak megérkezett a meghívás, vagy a felkérés az MTV A teljes testületétől, ez az A verzió, B verzió. Tatár Csilla azt mondta, hogy elegem van abból, hogy a Kárász Robi cseszeget adásban, és el akarok menni innen. Hogy történt? Kellemesen okokozat? Nem. Egészen pontosan úgy történt, igen, hogy megkerestek engem, de azért ez egy hosszú folyamat volt, tehát nem egyik napról a másikra történt. Tulajdonképpen semmi. Nem tudták az e-mail címet. Izgalmas, nyomozták, igen, a telefonszámomat, az e-mail címet, és nehezen találtak meg. De aztán megtaláltak. És szóval ez egy lényeg a lényeg, hogy egy hosszú folyamat volt, és körülbelül a június tájékán jeleztem én annak idején a főnökeimnek, hogy szeretnék tovább lépni, de ott csatornán belül képzeltem én el ezt első körben, de hát azért azt elég jól lehetett látni, hogy erre valami kevés lehetőség van. És akkor én meghoztam azt a döntést, hogyha erre valóban kevés lehetőség van, már pedig én szeretnék tovább lépni, szeretnék szakmailag újabb kihívások elé állni, akkor nekem innen el kell menni. Másodvonalbelinek érezted magad a TV2-nél? Abszolút, nem éreztem magamat egyáltalán másodvonalbelinek. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon rossz stigma, hogy akik reggeli műsort csinálnak, és nem főműsor időben dolgoznak, azok a kevesebbet érnek tévésként, mint azok, akik főműsor idős tévések. Én ezzel sosem értettem egyet, ez is egy nagyon kemény munka. Én nagyon szerettem a Mokkát, egyébként a mai napig reggelente Mokkával ébredek. És dobálok ugyanúgy paradicsommal a Kárászt. Nem. Minden reggel megnézem, hogy Zsuzsi miben van, ahogy gondolom ti is. És nézem a beszélgetéseket, szóval, hogy én a Mokkát nagyon szerettem, de hát azt csináltam már 4 éve, és szerettem volna tovább lépni. Nekem mindig nagyon fontos volt az életemben, hogy valahonnan, valahová eljussak, és ez egy abszolút szakmai döntés volt. Én ott kezdtem 18 éves koromban, és 31 évesen mondtam fel. És de amikor ez így kiderült, hogy átmész, akkor egy picit, mintha megfagyott volna a körülötted ott a levegő, nem kaptál végszavakat a Robitól, kerékpárcsát kapott az autót az épület előtt, elfogyott a paradicsomos káposzta. Nem volt semmi. Igen, végszavakat nem kaptam, de Blikk címlapokat kaptam. Igen. Hát igen, megfagyott körülöttem egy kicsit a levegő. Nem igazán értem egyébként a mai napig, hogy ez miért így történt, mert ez tényleg egy tök normális felmondás volt. Tehát ennek volt előzménye, teljesen indokolt volt szakmailag számomra ez a döntés, nem hagytam cserben senkit, jeleztem előre, kitöltöttem a felmondási időmet, de... Te lettél a TV2 Ördög Nória. Hát... Az Ördög Nóri lett a TV2. Ezt akartam kérdezni, hogy a döntésben a szerepet játszottam, amikor kint édesen beszélgettetek az udvaron, és egyszer csak a Norci keresztül rongyolt az igazgatói iroda felé. Nem a Nóri személye játszott ebben szerepet, tehát bárki, hogyha mondjuk a Janit szerződtették volna oda, vagy téged, főműsoridős. Bár mondjuk akkor lehet, hogy maradtam volna, ha megtudom, hogy te jössz, Jani. De arrancs. Hát igen. De szóval bárki szerződtettek volna oda főműsoridős műsorvezetőnek, akkor is ugyanezt a döntést hoztam volna meg, tehát ez a Nóri személytől teljesen független volt. Ez tök olyan, mint egy bármelyik más cég életében, hogyha ha van egy pozíció, amit valaki betölt, és hosszú ideig még vélelmezhetően azt a pozíciót ő fogja betölteni, akkor az, aki vágyik egyébként ilyen jellegű azt feladatokra, akkor annak tovább kell lépnie, le kell vonni a konklúziót, és azt kell mondani, hogy oké, akkor nekem ennél a cégnél itt valószínűleg ennyi volt. És egyébként ez tényleg nagy tanulság, és tudom, hogy klisé, és a Nóri is elmondta ezt nagyon sokszor az RTL kapcsán, mert bizonyos szempontból hasonló volt a sorsunk, hogy ahol te gyakornokként elkezdted, ott soha nem fognak rád úgy tekinteni. A sztár. Nem a sztárként, hanem... De egy kicsit az is, valljuk meg, az egy tévé személyiség, vagy vannak dolgok, ami jól esik az embernek, nem? De te mindig is a TV2-nél a kis gyakornok jány, aki jó fölküzdötte magát, ügyesen csinálja a dolgot. De bocsánat, ugyanezt egyébként nagyon sokszor elmondják, hogy pont ezt hiányolják a tévésektől, a mostani tévésektől, hogy ezt a ranglétrát nem járják végig. Mindig azzal jönnek, hogy bezzeg a Vitra idejében, ott a kávéfőzéssel kezdték, és úgy jutottak el a műsorvezetői székig. Most már kávét főzni.
tudok, egyébként lefordítom ez most a kommentekben, hogy manifestálódik, te egy senki voltál. Tehát, hogy ma azt mondják azokra az emberekre, akik szkriptelésre, meg kávéfőzéssel kezdték, meg mint én, hogy interjúkat készítettem ugye a riportereknek az anyagaikban, na hát te egy senki voltál akkor még. Aha. Szóval, hogy ezt igen, ezt a mai napig én olvasom, meg hallom, amit egyébként én felháborítónak tartom. Tehát, hogy szóval, na mindegy, ez tényleg a no comment kategória, de ez bármelyik cég életében így van. Tehát amikor az ügyvédemmel leültünk, mert hát ugye a felmondásom kapcsán kénytelen voltam egy ügyvédet is fogadni, akkor mondta, hogy ne lepődjek meg ezen, mert Magyarországon ez általában így van. Tehát az a fajta karrierút, az egy ponton meg szokott rekedni. Kellett érted fizetni? Én fizettem magamért. Te magad, az NTV-n nem szállt be? Dehogyis. Tehát te neked ezt a lelépési díjat ki kell fizetni. Hát Feri, egyébként nagyon sok mindent, persze, tehát nem mondhatok el, mert ugye köt a szerződés, és nem lehet. Szeretném, hogyha újra ügyvédekhez kéne járnom, de én azért azt pontosan tudtam, hogyha én felmondok, és ezt a 3 hónapot nem töltöm ki, ami a felmondási idő, tehát hogy 3 hónapig én elvileg nem vállalhattam munkát, ezt egyébként mindenki ítélje meg így maga, hogy ez Magyarországon megengedhető-e, hogy 3 hónapig akkor ne dolgozzál, akkor volt igen egy nevezett büntetés, amit nekem ki kellett fizetni, de egyébként, amit a bulvár újságok írtak, annak semmi köze nem volt a valósághoz. Majd őket elővesszük később egy tehát másik semmi köze, tehát ezek a 8 milliós, meg több milliós, az íg egy adta világon semmi köze. Valakivel beszélő viszonyban vagy még? Tehát összejártuk így a Kárásszal dumcsizni, hogy mi van, ilyenek voltak a régió adások. Igen. Vagy megszakadt mindenkivel a kapcsolat. Mostanában a Robival nem futottam össze, de nem, egyáltalán nem. Tehát a legjobb barátaim a mai napig ott dolgoznak, például a Dudás Ádám, vele a mai napig ugye minden nap beszélünk, találkozunk, a Frank Barbie, a Kornanita, akik ugye az énekiskoláját csinálják, ők a legjobb barátnőim, úgyhogy ők a mai napig ott dolgoznak, a Tények riporterek közül is vannak nagyon jó barátaim, szóval nekem alapvetően a társaságom az megmaradt. Az, ami ott így az újságokban manifestálódott, az egy konkrét személyre korlátozódott, vele valóban nem váltunk el annyira szépen, de mindenki másfél a szerkesztőkkel, illetve a csapat többi tagjával tök jobban vagyok. És még mindig a Róna utcában tankol. Egyébként szoktam, mert ott a legolcsóbb a benzin. Te egy érzékeny lány benyomását kelted, azért nem mondtam, hogy az vagy, mert én annyira azért nem ismernek, de mindig is azt éreztem róla. És eljött az életedben egy olyan időszak, amikor ha úgy nézem, akkor egy csomó dolog bedőlt. Bedőlt a Gáborral való kapcsolatod, a házasságod, bedőlt a tévés dolog. Ugyan kinyíltak ugye új ajtók, ennek most már megfogadni gyümölcse is van, amihez gratulálunk. Hogy élted meg? Hogy úristen, már megint egy olyan pillanat az életemben, ami egy marha nagy dolog. Ebből elég egy is, nem hogy így egymás után egy csomó. Hát a 2014-es év, nem szeretem így magamat ismételni, de az tényleg nagyon durva volt. Tehát ott velem nagyon sok minden történt, és szerintem egyikből következett a másik. Én elvesztettem évelején a nagymamámat, ami nagyon padlóra küldött, aztán ugye volt egy elvesztett terhességem, aztán ugye a házasságomnak is vége lett, és aztán rájöttem, hogy akkor nekem ennél a csatornálán is be kell fejeznem a pályafutásomat, mert itt eddig tartott, nagyon szép volt, de itt meg kell hozni azt a döntést, hogy ha nem akarok örök életemben ebben a pozícióban maradni, akkor igen, akkor tovább kell lépni, és meg kell hozni azt a döntést, hogy nagyon szeretek itt mindenkit, én vagyok a csilike, de szeretnék tovább lépni, mert szakmailag nekem ez nagyon fontos, és akkor igen, felmondtam. Szóval, hogy mindent, amit így lehetett, így egy évbe így besűrítettem, és hát nem mondom, hogy nem viselt meg, mert nem volt könnyű, de... Hát ez külön-külön is kell, elég lett volna egy embernek. Sok, hát még így együtt. De most meg már nagyon most jó. Meg nagyon jó. Most meg nagyon jó, akkor egy kicsi szakmázás, ugye Petőfi TV, amit én magam nyomon szoktam volt követni, egyrészt a zenék miatt, másrészt meg néha, ott vagyok. Mert te ott vagy, így van, ez az egyik dolog. Mert hát most Eurovíziós Dalfesztivál. Ugye benn van Bogi, akit szegényt úgy lehúztak ezek a szemét angolok, az angol újságírók, fúj. Már meg igen, mi is egy picit. Ezt akartam mondani, nem csak az angol újságírók, meg a magyar újságírók. Emlékszünk úgy. Egyébként basszus, komolyan mondom, minden elismerésem a magyar versenyzőké, akik indulnak, mert amit ők kapnak, de tőlünk magyaroktól, az brutál. Tehát nem mondom, hogy nekem is Bogi száma volt a kedvencem, mert voltak olyan dalok, amik sokkal közelebb álltak a szívemhez. Ilyen volt például a Leander Rising, akit sokkal jobban szerettem például azt a csapatot. Te is jobban szerettem. Jó, nem mondtad volna, hát bocsánat, tehát, hogy nem kellett mondanom, mert mondta helyettem a csillag. Így van, a nagy Leander Rising rajongó, Jani. Abszolút én is. Tehát, hogy én például, hogyha szavaztam volna, biztos, hogy nekik szavaztam volna, de onnantól kezdve, hogy a Bogi megnyerte és bekerült, eszembe nem jutott,
jutott volna, hogy én őt igen, vitáztam. Onnantól ezt mindig mi is elmondtuk, szóval hogy nem biztos, hogy nekünk tetszik, de igen. Ha már ő ott van, hát akkor, igen, akkor szurkoljunk neki. Hát, ez igen. Mi? Ez a magyar nép ilyen, vagy a nem tudom, a Dal című válogató műsor váltja ezt ki belőlünk? Hogy ott meglátod? Vagy mi lehet az oka ennek? De most, bocsánat, tehát, hogy egy picit azért hadd kérdezzek már vissza, tehát, hogyha a realitásokat nézzük, és mondjuk látod a felhozatalt, és az összes dal közül mondjuk, mit tudom én, a 80%-ának a dalok közül meg tudod jegyezni a refrényét, és a magyar dalnál meg nem tudod ugyanezt elmondani, akkor miért legyél álságos, miért hazudjál magadnak is, meg a hallgatóknak, vagy a nézőidnek is azzal, hogy azt mondod, hogy á, mennyire király ez a dal, mennyire szeret, és mennyire csak azért, mert magyar. De azért én szurkolok neki. Nem kell azt mondani, hogy ez a kedvenc dalod, és mostantól így fog csöngeni a telefonod, de az, hogy utána tényleg, amit kap az a lány, és nyilván olvassa, és úgy áll ki a színpadra, és úgy képviseli Magyarországot, az azért nagyon nehéz lehet. Tehát, hogy én azt nem szeretem, amikor elkezdünk alázni és bántani valakit, csak azért, mert az ízlésünknek nem megfelelő. Igen, ha már ott szóval... van, akkor szorítsunk neki. Hát igen. Mi lesz szombaton? Szombaton lesz egy magazin műsor, egy beszélgetés műsor. Ez egyébként. Igen, Kállai Szanders András lesz. Akkor ezért üljél messze tőle, nehogy valami baj legyen. Ne bántsátok, szerintem. Imádjuk. Csak nehogy elesen valaki a DVC-be. Szerintem ott ő is szerintem megcsúszott így a bulváron, és annak, ami leírnak, szerintem a fele sem igaz. Én nem tudom elképzelni az Andrásról, hogy ő egy balhés gyerek lenne. Aha. De nem tudom, erről nem fogok beszélgetni vele. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy Janiról sose írták meg azt, hogy a Siklósi vár felé menet egy szembejövő turista csoportot inzultált Vadon János. De majd most? De most minek után? Elmondtad, most nem Siklósra fog menni. Jó. Egyébként jó. Én nagyon szerettem az Eurovíziós dalát, játsszuk ugye az új dalát is, azt is nagyon szeretjük tőle. Tehát egy én nagyon szeretem egyébként, és nagyon bánt egyébként, amikor ez csak lábjegyzet, amikor az Andrást azért bántják, mert nem beszél szépen magyarul. Tehát van egy fiú, aki 5 éve költözött a Magyarországra, és pont tegnap néztem a Facebook oldalamon, hogy milyen brutál bántásokat kapott azért, mert nem szépen fejezte ki magát. Na mindegy. Miközben a kommentelőknek a 80%-a arc nélkül meg tud szólalni, magyarul ki tudja, tudja fejezni magát, tök szépen beszél, nagyon szép helyezést. Jó, tehát ott lesz, tehát ott lesz, igen, vele fogok beszélgetni, aztán utána pedig ugye élőben közvetítjük a nemzetközi döntőt. Gundiva is. Az én Gundim, hát de szeretem. Imádom én is. Kint van, és akkor ő közvetíti Bécsből, én pedig itt vagyok a budapesti stúdióban, és akkor én visszajövök, és akkor elmondjuk, hogy Magyarország hány pontot adott. Ez volt a promóciós rész, köszönjük. Szépen. Viszonylag rövidre sikerült. Én arra akartam rákérdezni, hogy te mit remélsz most, hogy itt állunk a döntő előtt, benn van ami bogink, hova tesztük? Hát azok alapján, amit írtak, hogy Bogi már az elődöntőn el fog vérezni, ehhez képest gyönyörűen tovább jutott. Aha. Én simán el tudom képzelni róla, hogy benne lesz megint a top 5-ben. Nagyon szép. Tudom, hogy te nem láttad pont az ő produkcióját. Az övét láttam, igen, belekapcsoltam. Szerintem szépen énekeltek, jó volt a dal is ott úgy, ahogy előadta, és a látványvilág az pedig brutál. Nekem a vizuál az nagyon tetszett. Igen, nekem pont hiányzott ami itt a dalban tetszett. Volt. Az, ami a dalban volt, ez nem jelent meg valóban a vizuálban, de látványra nekem a szememnek nagyon kedves volt, és ezt egyébként többen ki is emelték a szakmai körökben, mert ugye a szakma is pontoz az elődöntőben, meg ugye az országok is, és a szakmai kommenteket olvasva az nagyon szép kritikákat kapott. És azt is ugye egy magyar csapat csinálta. Tehát azt mondod, 5-ben lesz a Bogi. Szerintem benne lesz az 5-ben. Jó, ide jó. Ez bátor. Aztán majd lehet elkézni, hogyha nem. Legalább most már úgyis bírom. Igen, kapsz valamiért, kezdesz. A nemzeti főadón van a Duna, ugye? Most úgy lesz a Duna TV-n, lehet megnézni szombat este. Ki fog vele kint ünnepelni, hogyha bejut a top 5-be? Csiszár Jenő, Rákai Kálmán. Én úgy tudom, hogy a menedzsere van kint, illetve a barátai, úgyhogy Jenő, azt hiszem nem. Szerintem nem. Őben van a Kunigundában, ő velem fog ünnepelni. Üzesz neki valami? Hát, csak így tovább, Jenő. Hajrá, puszi. Jó, akkor vegyük elő az egyik újságot, ami ma a kezünkbe akad, de gyakorlatilag az elmúlt héten bárkiét elővehettük volna. Minek köszönheted ezt a fantasztikus népszerűséget, hogy az, hogy az életed gyakorlatilag jó sodorba került, van egy új férfi, ugye a titokzatos Balázs. Így írták az újság, hogy Balázs, és akkor mindig arra gondoltunk, hogy Sebestyén úr oda jött. Nem tudják a vezeték nevét, hogy már írtatok nekik az ügyvéddel egy levelet. Igen, hogy van neki másik is, vagy ő nem is akarja. Ő nem bírja akar. Egyébként ezt a... Hogy... Nagyon jól bírja egyébként, tehát le a kalappal előtte, de ő valóban egy olyan ember, aki nem a mi közegünkből jön. Az nem volt sose. És ez egyébként
egyáltalán nem baj, és nagyon nehéz, mert egy olyan típusú férfi, aki mellett így kihúzom magamat, és annyira büszke vagyok rá, hogy a társa vagyok, de ő valóban a szószoros értelemben civil, és az is szeretne maradni. És mi kértük az újságokat, hogy ezt tartsák tiszteletben, ő nem szeretne szerepelni, uh-huh. neki nem ez a közege, neki nem ez a szakmája, nem is ez a feladata. De hát ez nem minden esetben sikerült. És aztán később visszahívtak, miután utána néztek a tisztelet szónak? Elakadtak, még ezt a hívást nem kaptam meg. Nem jutottak el. Na, a lényeg az, ugye, hogy itt jogilag, ha nézzük a dolgot, egy csomó a bulvár nagy része azt írja, hogy ennek a gyereknek az lesz a család neve, hogy Gönci. Mert hogy te még elméletileg a fogantatás pillanatában hivatalosan Gönci Gábor felesége voltál. Igen, most az a nehéz, hogy bármit mondok, ugye az... Felhasználható az ugye, hát nem ellenem használható fel, csak újabb és újabb cikkeket generál. Egyébként ez fontos tudni, hogy én senkinek nem szólaltam meg. Uh-huh. Tehát, hogy én hétfőn kitettem a blog bejegyzésemet, és utána a Kendeofer Krisztán, valaki az én barátnőm és menedzserem, megbeszéltük, hogy mindenkinek írásban kettő-kettő kérdésre válaszolok. Tettük mindezt azért, mert sajnos muszáj, mert hogyha elzárkózol, megharagszanak és bosszút állnak. Tehát azért jó viszonyt kell valahogy ápolni. Ehhez képest egy átlag újságolvasó számára, aki reggel bemegy mondjuk az újságoshoz, és meglátja a címlapokat, napi vagy mondjuk heti bulvárt, azt lehet látni, hogy na, Tatár Csilla önti a világra az információkat. Úgy, hogy te meg se szólaltál. Meg se szólaltam. Mi a, akkor fordítok, hogy ne legyen belőle baj. Fordítok, ne legyen belőle baj. Ebben az esetben, ha ez nem veled történik, uh-huh. hanem bárkivel a világban, tehát Kovács Gézáné elválik már lassan Kovács Gézától, de Kis Péterrel összejön, és ők gyermeket vagy nevezzenek. Velem. Én várok gyereket Balástól. Vadon Jani, igen. Akkor mi igen. a hivatalos verdikt? Hát az új PTK szerint már nincs olyan bonyolult procedúra, mint ami régen volt. Egyébként én ezt mindenkinek el is mondtam, aki kérdezte, hogy most már ez nem lesz olyan problematikus, mint mondjuk 2 évvel uh-huh. ezelőtt, amikor valóban úgy volt, hogyha egy nő egyébként házasság alatt esett teherbe, tehát papíron még mondjuk más valakinek a férje volt, de ez lehetett mondjuk 3 évvel ezelőtt, mert még mondjuk a procedúra nem zajlott le, a bíróság nem mondta ki uh-huh. a válást, és azóta már új élettársi kapcsolatot létesített. Valóban akkor a férj nevére anyakönyvezték a babát, és a születés után lehetett lemondani csak róla. De ez ma már nem így van. Most már kell tenni ugye egy apasági nyilatkozatot lehet tenni, én elváltam, tehát nincs ezzel semmiféle probléma. Egyébként ez is egy kicsit olyan érdekes, mert így, bocsánat, hogy ezt mondom, de a nőket szivatták meg ezzel a törvénnyel. Tehát egy férfi, hogyha külön váltan élt a feleségétől, új családot alapított, őt semmivel nem hurcolták meg. Aha. Egy nőnek viszont végig igen. kellett járnia épp ezt az utat, amit én nagyon igazságtalannak tartok, és egyéb iránt én nem vagyok egy feminista egyáltalán, tehát nem szeretem a férfi szerepeket magamra venni, nagyon szeretek nőnek lenni, de ahogy nagyon sokan egy férfinak és a nőnek a különválását kezelték, az nagyon megalázó volt. Tehát egyetlen egyszer fakadtam ki a hivatalos Facebook oldalamon egy cikk kapcsán, de sokszor ki tudtam volna fakadni. Szóval ebben azért még van mit fejlődni Magyarországon. Gáborral milyen a viszonyatok? Korrekt. Azért nem szeretnék nagyon semmit mondani róla, mert ő nincs itt, és nem beszéltem meg vele, uh-huh. hogy mi az, aha. amit mi egymásról mondjuk, mert vagy nem mondjuk. A különböző ilyen szalagcímekből, meg ilyen félmondatokból, amiket újságból olvasunk, mindig azt érezzük, hogy próbálják megkavarni ezt a dolgot, és hogy próbálnak valamiféle ilyen feszültséget éreztetni kettőtök között, de én egyébként ismerem Gábort is, és nincsen. Nincs, de nyilván, hát, persze, hogy nincs. Nincs. Nem is hiszem nem. erről, hogy lenne bármiféle probléma. Hát mert hogy nincs. Ilyenkor te nem az a jobb megoldás, ha te nyilatkozol, és azt mondod, hogy gyerekek, nincs ilyen, olvassátok el a PTK-t, a BTK-t, a ZTK-t. Feri, képzeld el, hogy én írásban tettem egy nyilatkozatot, amikor megkerestek ezzel az ügyel kapcsolatban, és nem került be. Tehát itt tök mindegy, nem tudsz mit csinálni. Az van, hogy egy pontig tűrsz, és amikor átlépnek egy küszöböt, akkor beperled őket, amire azt a választ kapod, hogy lehet nyugodtan, húzd ki a 60. sorszámot, és majd egyszer aha. az ügyed odaér, és akkor majd valami helyreigazítást. Beszél a mi Balázsunkkal, mert ő ebben igen, jó. pont a Vikivel egyébként. Beszélgettem erről, igen. igen, és nagyon hasonló cipőben járunk, vagy jártunk bizonyos szempontból. Egyébként, ami leginkább, szóval nem bántottak úgy Isten igazából, tehát, hogy nincs még azért azt mondom, hogy velem még tényleg így szépen bántak, ez a bulvárnak a sajátossága. Nem tudok velem mit csinálni. De nem lehet azt írni, hogy Tatár Csilla boldog, és képzeljék el, x hónap múlva lesz gyönyörű gyerekük a Balázs nevű új párjával, akivel szerelmes, mint az állat. Érted? Nekem egy kicsit ez, hogy azért
ebben a helyzetben, amiben te vagy, hogy várandós, vagy beleakaszkodni egy ilyenbe, hogy volt egy férjed, akit már lerágtuk a csontot, hogy már kiszerettetek egymásból, de már csak elváltatok. Figyelj, csak így tényleg így 5 mondatot hagy mondjak, de lehet, hogy 10 lesz belőle. Szóval, hogy alapvetően mi történt? A Gáborral véget ért a házasságunk. Uh-huh. Nem akkor ért véget a házasságunk, amikor az újságok megírták. Nyilván kellett egy nyilatkozatot tennünk ezzel kapcsolatban. Nem azért, mert szerettük volna erre felhívni a figyelmet, hanem azért, mert mindketten új életet kezdtünk, és nem szerettünk volna lesifotósok, olvasó riporterek áldozatává válni, hogy elkezdjék körülöttünk kavarni a kakit, hogy hú, hát akkor most ők már nem élnek együtt. Az volt a tiszta, hogy leültünk, mindketten elmondtunk, hogy véget ért a házasságunk, békében elválunk. Októberben egyébként a mi élettársi közösségünk már ügyvéd előtt is megszűnt, uh-huh. tehát papírunk is volt róla, hogy nyilván ennek megvolt, hogy nem vagyunk együtt, ennek megvolt a jogi oka, tehát tök szépen mi külön váltunk egymástól, és erre most ugye májusban mondták ki hivatalosan is a válást, ami nem azért van, mert mi szerettük volna húzni az időt, hanem attól függően, hogy hol laksz, kapsz egy időpontot a bíróságtól. És akkor kell bemenni, nem lehet, hogy jövő héten nem mehetünk bíró úr. Ha én egy olyan bírósághoz kerülök, ami leterheltebb, akkor lehet, hogy csak szeptemberre mondják ki, tehát ez tőlünk teljesen független, nem is tudod befolyásolni. Uh-huh. De most ehhez képest ugye úgy tálalják és úgy állítják be a lapok, mint hogyha ez egy ilyen dráma lenne, és valami házasságtörést követtem volna, és borzasztó dolgot tettem volna, holott nem. Lezárult egy életszakasz, mindketten új életet kezdtünk, nagyon boldog vagyok, ő is nagyon boldog, és igen, tehát valóban megviselnek, tehát a keddi újságcikkek hatására egy picit padlóra kerültem, és leginkább egyébként az bántott, hogy egy olyan ügyvéd, akivel életemben nem találkoztam, soha nem is beszéltem vele, azt se tudom, hogy kicsoda, az én magánéletemet érintően nagy nyilvánosan egy olyan nyilatkozatot tett az egyik napilapban, amihez semmi köze nincsen. És a te neveddel és az én nevemmel tette ezt, úgyhogy azon túl, hogy őt fel fogom jelenteni az ügyvédi kamaránál, mert azt gondolom, hogy ez olyan súlyos etikai vétség, amit uh-huh. egy jogász, egy ügyvéd nem engedhet meg mert magának. Mert ha azt mondja, hogy egy ehhez hasonló esetben az van, hogy az van, de nem azt, hogy tatárcsillával és gönc, és... Nem, aha. hanem ő egy annélkül, hogy ismerni az én jogi helyzetemet, a családi állapotomat, vagy az ügyemhez bármi köze lenne, vagy az ügyünkhez bármi köze lenne, súlyosan beleavatkozott uh-huh. 3 ember magánéletébe, ami szerintem nonsens. Az újságok tették a dolgukat, remélem, hogy egy ponton túl majd megállnak. Tették a dolgokat. Tudtam, hogy nem, tehát azért arra azért számítottam, hogy nem fognak velem csúskézzel bánni, mert ebben van sztori. Valóban, hát megismerjük, ez az úgynevezett liptai szindróma, ami ugye a Klaudiából is hónapokon, éveken keresztül éltek a bulvárlapok. Korábban ugye Zámbó Jimmy volt az, aki a hátán vitte, igen. még halála után is a bulvár sajtot. Most úgy tűnik, hogy csak te vagy tudod, az a nehéz, hogyha van egy ember melletted, aki tényleg nem szeretne szerepelni, és nem azért, mert bármi titkolni valunk van, hanem mert neki ez nem világa. És borzasztó nehéz ezt megoldani, mert én tiszteletben tartom, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen ember van mellettem. Viszont az újságírók meg sztorit keresnek ebben. Hát lehetne ez is sztori, úgyhogy mi ezt el is engedjük, és csak a jó dolgok jönnek. Szóval egyébként most. Akkor Sebestyén Balázs otthon van nálam, azért nem jut reggel dolgozni. Igen, tovább aludt most. Hozzámész a feleségül ehhez a Balázs gyerekhez, ha megkéri a te kezedet? Na, ezek azok a dolgok, amikről már azért nem szeretnék beszélni, mert például az én menedzserem, Kende Ufer Krisztina, most már így szorítja az asztalt, hogy te jó Isten, csak most maradj csöndben. Nyugi, Kriszta, itt vagyok. Nyugi. Mert... Nyugi, tartjuk egyet. Nem akarok, tehát én tényleg nem szeretnék a magánéletemről ennél többet. Valamit? De Feri, egyébként csak, hogy eddig sem mondtam. Tehát, hogy a Balást is csak azért mondtam el egy ponton túl, mert nem akartam, hogy zaklassanak. De csak annyit mondtam, hogy van valaki, akire mérhetetlenül büszke vagyok, nagyon uh-huh. szeretjük egymást, együtt is élünk, mert egyébként tegnap olvastam, hogy nem élünk együtt, de együtt is élünk. Uh-huh. Rá is csörögtél. És rá is megvan a száma, és ennyi. Tehát ezen túl én vele kapcsolatban, meg kettőnkkel kapcsolatban semmit nem szeretnék mondani. Krista, azt elmondhatjuk, hogy nem csak a te menedzsered, és még nagyon sok ilyen emberi, egy tündér, aranyos, cuki, édes csaj, hogy mi is meghívást kapunk az esküvőre a Krisztával, vagy csak ő tud menni? Hát... Jó, nem úgy semmi. Szóval nem. Ja, szóval nem, mert tényleg ciki lett volna. Lána. Nem, de most ha meg... Lány vagy fiú? Hát Feri,
Kösz, hogy kérdezed, épp mondani akartam, így egy millió emberféle harratára, most, hogy nem szeretnék beszélni a magánéletemről. Akkor mert akkor már lelövöd, elmondod itt a legnagyobb fórumban. De nincs olyan, hogy lelövöd, Feri, mert elmondom, és utána elkezdik analizálni a nevet, utána elkezdenek horoszkópokat gyártani, utána majd összeállítanak egy fotót, hogy hogy nézhet majd ki a gyerekem, és én ezt nem szeretem. Esse. Apás szülés lesz. Azt is kérdezd meg, egy a menedzseretek, bemehet? Hát a Krista biztos, hogy ott lesz, nyugodj meg. Ha én szülnék, akkor is ott lenne. Érted? Ha a Csilla szül, akkor is ott lesz, mert a Krista mindenütt ott van, vigyázz rá. De tényleg egy kincs, tehát, hogy amit ő itt most végigcsinált, én nem vettem fel tényleg senkinek a telefont, nem kivagyiságból, hanem mert próbáltam túlélni a napot, meg egyébként dolgoztam is, tehát ugye kamera előtt álltam, vettük fel a filmklubomat, amit te még nem néztél meg, de én nagyon szeretek, úgyhogy majd egyszer nézzél bele, és ő egész nap próbált tüzet oltani, és próbálta így kordában tartani. Jó, akkor azt határoztad el, hogy teljes lezárás, ugye? És de, nem... de eddig is az volt. Tehát, hogy az hát az érdekes, hogy én eddig sem mondtam semmit a magánéletemről. Na, tehát hát nem kommunikáltam. Lehet, hogy ez a baj, mert akkor ők találják ki a bulvárt, tudod? Na, de és hogyha mondok, akkor... Tehát van egy ember, ami egyébként... Akkor se azt írják meg, amit mondtál, úgyhogy egyrészt nem írják meg, amit mondtam, másrészt meg van benne egy anomália, tényleg, mert van egy ember, akire mérhetetlenül tényleg büszke vagyok, és annyira imádom, hogy a társa lehetek, és kihúzom magamat mellette, és nyilván mindenkinek mutogatnám, hogy igen, ő az én társam. De ő nem ezt a világot választotta, hanem egy teljesen másik világot, amiben én egyébként nagyon jól érzem magamat, és tökre örülök, hogy ő ilyen. De nem fogok róla beszélni, mert ez nem az ő világa. De mert látod, mit akartam? Sok rossz után, hogy ezeket elmondtuk, a lapokat, a jóról beszélni. Érted? Hogy az az aranyos kislány, akinek a neve az lesz, hogy... És akkor ez majd megíratja a sajtó. Ilyen. Engedd el az egészet, tényleg ne érdekeljen. Meg úgyis legszebb... az a fontos, hogy ez a bébi egészséges legyen, hogy hát jöjjön és boldogát tegyen legszebb, benneteket. Legszebb korszakába lépsz, komolyan. Hát nagyon ez már most érzem. Amikor mi szültünk, igen, a sírás. Figyelj, imádni fogod. Hát már most imádom, azért ez tényleg egy mérhetetlen csoda az én életemben, szóval teljesen odáig vagyok tőle. Nagyon köszönjük, teljesen. Hogy akkor a mi felkérésünket elfogadtad. Viktória még integet, hogy aludd ki jól magad. Mert utána nem lesz idő. Gyűjts az átaludt órákat. Igen, akkor beléptem már a Vikivel, rögtön mindent megbeszéltünk. Mennyi magnéziumot szedsz, és neked is ekkora volt alsad, és szerinted most ennek így kéne kinéznie, úgyhogy majd még ha kimentem, akkor majd még folytatjuk tovább. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy bennünk megbíztál, és eljöttél, úgyhogy hát remélem, hogy nem öntöttem olajat a tűzre. Nézd meg, és megnézem. Az Eurovíziós Dalfesztivál, akkor is elmondom, hogy 20-30-kor a Duna TV-n. Hát én nem leg? Tudom, majd na. Lehet, na. Hogy megharapom a mikrofont, hogy elmondtad. Hiányzom egyébként onnan reggelente nektek? Hát a Zsuzsi tud azért pótolni. Zsuzsi ott, de... De nem, nem olyan jó. Tehát, hogy így az 50% mindig elég jó leosztás. 5 perc múlva lesz 3-4-10 Csilla, még egyszer köszönjük szépen, köszönjük mindjárt jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Pontosan 3-4-10 van, még mindig ketten. Ketten vagyunk, így van. Meglepetés. Jövét kedden már hárman leszünk, Balázs most valahol pihizik, nem kötött az orrokra, hogy azt már korábban is többször megfogalmaztuk, illetve mondtuk, majd jön. Így mivel ketten maradtunk, ezért megfelelő mélységben turkáltunk a hírek között a mai napon. Az egyik egy kakis hír volt, és egy repülő eltérítés, úgyhogy Pető György kapitány urat hívtuk fel, hogy segítsen így rajtunk. Van. Létezik-e az, hogy Pennsylvániában egy 16 éves lány születésnapi bulián Kulabács az ünnepi kaki köszönt be az égből. Utána pedig vendégünk volt Kovács Áron, aki egy kicsit szeretné talán a diabéteszesek, a cukorbetegek önképét is megváltoztatni azzal, igen, hogy ő maga már 33 éve az. Lehet azt mondani, hogy ő azt szeretné elérni, hogy gyakorlatilag ne sajnálja őket senki, mert be szeretné bizonyítani a saját életével, például azzal, hogy most bevállalt egy maraton, hogy a cukorbetegek is élhetnek teljes életet, ezért hozta létre a D Plus Generation nevű alapítványt is. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na neki, de ügyes vagy! De sajnálom! Nem, itt álltam az ajtóban, a padlószőnyegen volt a lábam. Ne szívassatok már! Késésért 100 forint? Ne, azt mond... Egy kávéra nincs már pénz. De nem, én azt sajnálom, hogy beértél. Figyelj! Ja. Itt voltál, elfogadom. Örülj neki. M7-es 40-es kilométernél most történt nagy baleset Budapest felé. Vigyázzatok, valószínűleg pályazár lesz. Na. Jó reggelt, Csabi, szia! Jó reggelt, szevasztok! Megdicsértelek, én úgy vettem észre, hogy fogytál. Hát azért most már tudok úgy öltözködni, slankítson, de köszönöm. Na, a feketeség. Mutasd a kockákat, hasadom. Nem látszik még az. Még van ott, eddig is ott volt, csak nem látszik. De közelítek.
Zsír alatt. Ó, persze. Mi a helyzet? Vagy pedig csak hogy hívják, hogy kardiózol? Kardiózom, nem annyiszor, mint amennyiszer szeretnék. Ma reggel sem sikerült, de egyébként meg tényleg ez van, hogy jó időben. A gyermekeim most semmi másra nem hajlandók rávenni engem, vagy nem érdekli őket más, csak a foci. Így aztán minden pillanatban, amikor van 3 szabad percünk, vagy 3 szabad óránk, akkor azt mi végig focizzuk. Megzsírtad hát, most a hosszú hétvégén, mert szakadni fog végig. Igen, csak közben meg ilyenkor kreatívnak kéne lenni, az meg még nehezebb. Akkor inkább a vízes foci, mi? Hát most gondolod, de kimegyünk egy pályára 3-an, de egy ilyen rendes kis focipálya, ők vannak 2-en. A Rómeó kapus, a Demeter csatár, tehát ők annyit nem futkároznak, mert passzolgatnak egymással. Nekem viszont előre, hátra futkár kell, úgyhogy megvan ott az erdés. A másik, ne felejtsük el, hogy vizes fűben sokkal látványosabb a gólöröm. Érted? Száraz fűben végig csúszni hason. Sokkal. Ha azért az nehezebb. Képzel a Csabit, amikor leugrik, érted, hogy ilyen szárazik, amikor porzik a levegő, és meg 20 cent után megáll, most meg a vizes fűben, érted? És ráadásul ők valamiért imádják ezt a műfűves pályát, tudjátok, ez a booming granulátoros. Azon egyébként szárazon is lehet csúszni, és hát mindig úgy megyünk haza, hogy szerintem a Laura azt gondolja, hogy mi valahol sárban dagonyáztunk. Tehát mi nem focizni voltunk, hanem disznók. Vagy verekedni legalábbis. Hívjuk a nagy naphallgatóját, Anna, a nagyon sok jó SMS közül egyet ki. Marha sok SMS jött ma. Jó, ügyesek jó volt. Voltak. Jók voltak a témáink, meg mi is. Ja. Igen, legalább őszintén. Legalább valaki miért megdicsért. Mondjam, hát most érted. Nem mondaná, ha... Morning show! Ez a... De jók vagyunk! Sziasztok! Hello! Mondod a keresztneved, mert nem írtad alá az SMS-t. Csanyika! Csanyika! Ezt írtad nekünk, akkor a mai felállás, amikor itt volt nálunk az Áron, egy cukker, meg 2 papper. Köszönjük! Csanyika, köszönjük az őszintességedet, nagyon drága vagy, úgyhogy ezt mi díjazni is fogjuk egy naphallgatója ajándékcsomaggal. Honnan írtál nekünk? Most Budapestre, de amúgy Miskolcnál tényleg. És mit csinálsz most Pesten? Meló? Igen, üdítőt szállítok. Külön ajándékunk van most? Van, akkor hallgass meg mindenképpen majd, hogy milyen külön ajándékokat is kapsz még csomó. A csomagon kívül. Sanyika, vigyázz magadra, jó hosszú hétvégét, szevasz! Nektek is, köszönöm, sziasztok! Ha már így megkérdeztétek, mondom, hogy a Facebookunkra, a Class FM, illetve a Morning Show Facebook oldalára most ebben a pillanatban felkerült a recept. De tegnap annyiszor megkérdezte a Balázs, hogy mi Balázs már nem kérdezünk. Igen, Balázs, hát tegnap 2 hétre előre megkérdezte, hogy van-e recept. Mondom, zab van benne, de nem túlnyomó részt, hála Istennek, mert ugye friss eper és friss rebarbara kapható a piacon, mind a kettő, és ez a kettő, ez olyan párosítás, hogy csinálnom kellett egy édességet, ez egy úgynevezett morzsasüti, tehát még te is megcsinálod, Csabi, aki nem tud jól sütni. Ja, nem baj, mindenki jogajára nem én csinálom. Halaúra csinálja. Nagyon egyszerű a történet, és zseniálisan jó, és a morzsában van zab, tehát még egy kicsit egészséges. Nagyon jó. Én nagyon sajnálom egyébként a magam részéről, hogy lezárul most ez a zabos játékunk. Ugye ezen a héten 300 kilónyi zabot lehetett nyerni. Ugye prémium minőség numero 1 in Germany. Illetve numero 1. Ja. Ezen a héten jó lenne, hogyha a másik hétre is át tudnánk vinni. Most az utolsó 300 kilónk az Baz megyébe ment, amit át is neveztünk Zab megyé. Hát ha hallották de ezt Kölnben, érted, hogy még játszanánk ilyen játékot. Csabi, a szokásos kérdés következik. Remek zenék, Csabi? Na? Jaj, de szép, hogy ezt mindig itt hagyja, bárhová is megy. Egyrészt ugye folytatódik a játék, elindult a Klassz nyár 2015, ez a Világsztárok nyara a Klassz FM-en. Ma még a Klassz nyár 2015 nyitó buliára lehet megnyerni a páros VIP belépőket, ami ugye a jövő héten pénteken lesz, Budapest Parkben, hello. De jövő héten is folytatódik majd a játék, akkor majd már Robbie Williams koncertjére lehet nyerni. Csak mondom. És aztán nem majd megyünk tovább, lesz majd Avicii-re, Emily Sunday, és ha már Emily Sunday szóba került, akkor egy korábbi slágerét hozom, amit Labyrinth nevű előadóval közösen. Hát mert tudom, hogy szeretitek az ilyen számotokra kicsit ismeretlen neveket, de ez már egy ismert dal, hiszen régóta hallható itt a Klassz FM-en. Én mindig fölhangosítom a rádiót olyankor. Ez csak tényleg Emily Sunday csodálatosan énekel, és idén nyáron élőben hallhatjuk őt, Veszprémben fog koncertezni, és oda is a Klassz FM-en keresztül. Nagyon menő vagy. Hát nagyon egyszerű, ez a Klassz nyár 2015. 061-555-5500, akkor kívánság műsor, illetve játék, telefonszám is. A Csabit hívhatjátok, nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek, hosszút, esőset. Hát éljétek túl, ne engedjétek, hogy a hangulatotokra arra rányomja a bélyegét, ez a sok eső, mi se hagyjuk majd. Kedden 3-asban találkozunk majd veletek együtt, szevasztok! Sziasztok! Ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt
a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.